Szeretettel, tisztelettel köszöntelek benneteket Jézus nevében, és örülök, hogy közösségben lehetünk a mai napon is. És el fog jönni az a pillanat, amikor már nem ezen a földön leszünk közösségben, hanem máshol, és azt gondolom, hogy aki Krisztust várja, annak ez a legnagyobb kijelentés, bejelentés, hogy Isten megváltott bennünket, és jön értünk. Dicsőség ezért az Úrnak. Hiányzunk a mennyből már szerintem mindannyian. Az a ház már, amit a János 14-ben készít nekünk az Úr, én azt gondolom, hogy az már kulcsra kész közeli állapotban van, úgyhogy még a meleg vizet bekötik, és akkor rendbe is vagyunk, úgyhogy hála Istennek, ott nincs hiány szerelőből, úgyhogy dicsőség ezért az Úrnak, jó lesz ez nekünk. Testvéreim, a negyedik parancsolattal szeretném ma folytatni az Isten igéjét, és ezzel az első kőtáblának a végére is érünk, ugye az Efézus levél 6. részének a 2. verse mondja el, hogy a 2. kőtábla az a tiszteld apádat és anyáddal kezdődik, ezért ugye innen tudjuk, Pál apostol óta tudjuk, mert ugye nem voltunk ott a belevésésnél, hogy az első kőtáblán 4 parancsolat van, ezért az első kőtábla az Isten iránti emberi szeretetet fejezi ki, az Isten és ember kapcsolatát, a 2. kőtábla pedig az ember és ember kapcsolatát fejezi ki. Én most nem szeretnék az egész 10 parancsolaton végigmenni, csak ezt a 4-et szerettem volna veletek átvenni, és megnézni, és azt gondolom, hogy nagyon hasznos ez, mert ma nagyon sokan keresik azt, hogy hogyan is lehetne kapcsolatba kerülni az Istennel. Alsó hangon 3500 éve Isten ezt le is írta, megmondta, de már a teremtéstől jelezte ezt felénk. Isten, ha kérdésed van, hidd el, hogy Isten soha nem hagyott bennünket árvákul és magyarázat nélkül. Nagyon korán rerögzítette azt a fajta elvet és kapcsolatot, amiben ő szeretne velünk lenni. És nem véletlenül a kőtábla az Isten és ember kapcsolatával kezdődik, mert én azt gondolom, hogy képessé, nem véletlen a sorrend, és ezt szoktam mondani szerdán is, meg szombaton is mondom nektek, hogy nem véletlen a sorrend, mert egyszerűen az Isten szeretete nélkül nem vagyunk képesek az emberek szeretetére. Ezt akárki, akármennyire taglalja, leplezi, egyszerűen nem vagyunk. Egy felületes érzelmi megnyilvánulásra képesek vagyunk, de arra a szeretetre, arra csak az Istennel való kapcsolattal vagyunk képesek. És ezért nagyon fontos ez a kőtábla, nem véletlenül Isten újraírta, nem véletlenül Mózest. Azért elgondolhatjátok, hogy mekkora szentségtörés volt ez abban a korban, hát, hogy oda vágják a kőtáblát, és ez egy természet fölötti tárgy volt. Utána ugye mindjárt a 2. próbálkozásnál, hogy Mózes nehogy oda vágja, mindjárt behelyezték a frigyládába, hogy ne legyen vele gond. És nagyon nagy becsben tartotta ezt Isten, és mindig is abban tartja, és nagyon nagy tévedés az, amikor azt gondoljuk, hogy ez hatályon kívül lett helyezve. A másik azt gondolom, hogy nagyon nagy tévedés, hogy csak a zsidóknak adta Isten ezt, hisz ezt a zsidók kapták írásba, különösen azért hívta föl a figyelmüket, mert kezdték elfelejteni, de maga a 10 parancsolat, az a teremtéstől fogva benne van a teremtett világban, és Isten annyira nyitott volt, és annyira eleven volt, és annyira friss volt az Istennek a szíve, otthon is miért fogod meg a noteszedet, és miért észre dolgokat, ugye ez a magyar mondás, nem bántva senkit, én is rengeteg jegyzettel megyek, akinek nincsen esze, legyen notesze. Tehát ugye ez miért van, ez nem egy lebecsmérlés, hanem ez egyszerűen arról szól, hogy feledékenyek vagyunk, nem jut eszünkbe semmi sokszor, és ugye a cetlik, hát én a mai napig úgy dolgozom, hogy most elővenném nektek a határidőnaplomat, akkor a határidőnaplóban kevésbé fontos dolgok vannak írva, de egy ilyen rahedli cetlit tudnék elővenni, én azon tudok eligazodni, a cetliken. Fölírom rá, amikor beírom a dátumhoz, azon nem tudok eligazodni, mert nem nyitom ki. De a cetlieimen, és valahol megnyugtat, hogy van egy csomó cetli, amire rá van írva, hogy mit nem kell megtegyek, vagy mit meg kell tegyek. És ezért Isten ezt a nagy cetlit, ezt a 2 kőtáblát hagyta ránk,
és én ma veletek a negyedik parancsolatot szeretném megnézni, ami azt gondolom, hogy elég érdekes kérdéseket fog felvetni. Ugye a négy parancsolatnál még egy fontos dolog kiderült, és ami miatt én személyesen, és ez a személyes érzésem csak, amit én mindig általában megszoktam veletek osztani, ha már itt hétről hétre dumálok, és lehetőséget kapok erre, én ezért gyűlölöm a vallást, mert a vallás az mindig az Istent kívülről akarja láttatni és megmutatni. Ruhákba akarja megmutatni. Ma már elég úgy lelkésznek lenni, hogy fölvesz az ember egy másik ruhát, és abból az emberek megállapítják, hogy ő egy lelkész. És ezért ugye a vallás mindig kívülről akarja láttatni az embert, az embert, az ember belsejét, az ember lelkét, az ember szívét, és pontosan ez a négy parancsolat, az első négy parancsolatban Isten világossá teszi, ugye, ahogy megnéztük, az első parancsolat, az tulajdonképpen a gondolkodás. Ez egy nagyon fontos, hogy az ember gondolkodjon, hogy én a te Istened vagyok, az Isten adott beszédet, az Isten adott igét. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, ami számunkra. A második parancsolat az a döntést jelképezi. Hol zajlik a gondolkodás és a döntés? Nincs rád írva, hogy mind gondolkodsz. Nincs rád írva, hogy hogyan döntesz. Ezek mind belső dolgok. Az Istennel való kapcsolat soha nem a nagyvilág előtt zajlik. Tudjátok, amikor elkezdték építeni a harmadik, negyedik században teátrálisan ezeket a nagy templomokat, ennek vagyunk mi az örökösei, és hűségesen csináltuk tovább. Itt végérvényesen mi változott meg? Az, hogy az ember kifelé akarta láttatni, hogy milyen az Isten, és nézzétek meg, az elmúlt 2000 évben elég sokféleképpen sikerült láttatnunk ezt az Istent. Miből vagyunk hiány? Az igazi láttatásból vagyunk hiány. Bennünk is nagyon-nagyon sok minden keveredik. Tudjátok, a legnagyobb dolgok, amikkel mostanában küzdök, az, hogy annyi minden beleivódott, belerögződött az emberbe, és olyan rutinból mondja az ember a dolgokat, sokszor úgy, hogy le se ellenőrzi az Isten igéjével, az Isten beszédével, mert olyan hamar ránk rakódik az, hogy mi olyan jól tudjuk láttatni az Istent, és ezért nagyon fontos, hogy Isten mindig azt mondja, hogy egy belső ismeret, elmondtam már 2 héttel ezelőtt is, ha most újra kezdhetném, akkor én semmi más nem tennék, csak emberekkel beszélgetnék, és az Isten igéjét tanítanám nekik. Viszont soha nem kényszerítném őket döntésre. Mert egyszerűen miért tudunk rosszul dönteni? Ha nem az Isten igéjéhez mérjük a döntésünket, akkor emberi akaratok, saját akaratunk alapján fogunk tudni dönteni. Aztán a harmadik, amit múlt héten megnéztünk, ugye ez már egy kicsit kifelé láttatja az embert, és a harmadik parancsolatig kell eljutnunk ahhoz, hogy látszódjon, hogy mi van bennünk, ez pedig ugye a beszéd volt. Nem véletlenül mondja a Biblia, hogy a te beszédedből ismertetel igaznak, és a te beszédedből ismertetel hamisnak. Miért hívja fel a Máté evangéliumban Jézus a figyelmet? Azért, mert sokan a hamisságokat úgy szeretnék leplezni, hogy sokszor mondják, hogy Uram, 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 de azt mondja Jézus, hogy ez se csapjon be benneteket, mert nem mindenki, aki azt mondja Uram, Uram, megyen be az Istennek az országába. És ugye a negyedik parancsolat, amit ma fogunk megnézni, ez a leglényegesebb, mert tulajdonképpen az emberről, az ember a gondolatait el tudja titkolni. Az ember a döntéseit el tudja titkolni, vagy tudja leplezni. Az ember a beszédét tudja egy kicsit alakítani, forgatni, manipulálni. Amit a legnehezebben tudsz változtatni, az a cselekedet. A beégett rutinok, a beégett dolgok, ezek a cselekedetéből az embernek szinte minden kiderül. Nem véletlenül hívta fel Jézus a figyelmet a tanítványoknak, és minden Krisztust kereső, Isten fiát kereső és Isten fiát hallgató embernek, hogy odáig nincs gond a farizeussággal, a vallásossággal, amíg az Isten igéjét mondják. A baj akkor jelenik meg, amikor a cselekedetekben valami teljesen más jelenik meg. És ugye egyértelműen Jézusnak a panasza, a vágya, a megállapítása a vallásos világgal, az akkori farizeusság, szaduceusság, és még sorolhatnám tovább, ők képviselték a vallásos világot. Tudjátok, a történelem folyamán mindig volt Istennek képviselete, valós képviselete, és mindig volt Istennek vallásos képviselete. Mi dönti el a kettő közötti különbséget? Hogy az egyik ismeri az Urát, a másik pedig csak sejti, vagy úgy képzeli, hogy ismeri. Viszont mi a kettő között a különbség? A Krisztust váró nem erőlteti rád a Krisztust, a vallásos viszont ráderülteti az ő vallását, és ezért nagyon fontos, hogy a cselekedetek nagy mértékben befolyásolják, és nagy mértékben nézzétek meg a cselekedeteink alapján méretünk meg, amikor kiálltál, amikor beiratkoztak, vagy beiratkoztunk, hát beirattak bennünket az iskolába, hogy kellett megmérettessünk, úgyhogy kiálltunk a tanár elé, és találjak, hogy mit gondolunk. Még az írásbelit is jobban szerettük. Mi volt a legnehezebb megmérettetés? A szóbeli
felelet volt. Mert ott nem tudtál mit titkolni. És ugye akik lámpalázasok, zavarba voltak, stb. Azok hiába a tanár nagyon bele kellett volna lásson a szívünkbe, hogy elhiggye, hogy tényleg tanultunk. De ugye nagyon sokszor az ember a beszédébe belekeveredik. Egy szerelmi vallomás néha azért sikerül rosszul, mert otthon ezerszer elpróbáltad, de amikor ott van a szerelmet tárgya előtted, a szerelmet személye ott van előtted, akkor utána az ember néha belezavarodik, és olyanokat mond, hogy ezért ugye szeretjük a szerelmünket mindenféle tárgyal kifejezni, szeretjük mindenféle hangulattal kifejezni, mert a beszéd a legnehezebb, és néha, amikor az ember már olyan őszinte kapcsolatban van egy másik emberrel, akkor nagyon sokszor a csend beszél. De ez már nagyon őszinte kapcsolatnak kell lenni. Nagyon sokszor van, amikor az ember ugye egy évtizedeket eltölt házasságban, és ránéz a másikra, és a másik csak síri, csendben hallgat, akkor valamikor, hogy nem is kell kérdezni. Akkor érzed, hogy itt most valami fáj. Itt valami olyan, amit majd nem lehet megmagyarázni, nem lehet megfogni. És ezért ugye a negyedik parancsolattal elérkezünk, nem véletlenül a negyedik parancsolat egy vízválasztó is. Ha most itt lenne előttem a nagy kőtábla, akkor most nyálazni kéne az ujjadat, és lapozni kéne, de ugye ott nem kellett lapozni, csak a tekintetünket kellett arrébb rakni. És ezért, mert a negyedik kőtábla egy váltász is, egy vízválasztó vonal, ami azt mondja, hogy ha az Istennel való kapcsolatot megértettük, akkor nem kell félnünk az emberekkel való kapcsolatból. Miért ilyen kuszák ma az emberi kapcsolataink? Azért, mert maga az Istennel való kapcsolatot is még most tanuljuk, és most próbálunk magunkhoz térni ebben. A 2 Mózes 20. részéhez kérlek benneteket, hogy lapozzatok, és 3 igerészt szeretnék felolvasni. Még egy nagyon érdekes dolog, hogy az első 4 parancsolat terjedelmében, kijelentésében lényegesen hosszabb, mint a következő 6, ami ezután olvasható. Úgyhogy én most 4 részt szeretnék, a 8. verstől a 10. versig szeretném felolvasni az Istennek a beszédét. Megemlékezzél a szombat napról, hogy megszenteljed azt, 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugodott, azért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszentelte azt. Amen. Dicsőség az Úrnak ezért. Jó, tehát gondolni, beszélni, dönteni, és ugye nagyon érdekes ez a parancsolat, ez viszont ugye a cselekedetekről fog nekünk tanítani. Az első és fontos dolog, amit szeretnék elmondani, hogy ez egy összetett parancsolat, nem véletlenül ugye a hittanoktatáson meg is másították ezt, teljesen másra gondoltak, azt mondják, az Úrnak a napját megtarts. Tehát az elejét például lehagyták, a munkát azt egy az egybe törölték, már nagyon régen törölték, tehát nem csak most a közmunkaprogrammal törölték a munkát, hanem már régen törölték a munkát, ugye ez egy összetett parancsolat, és ha megnézitek, 2 részből áll, munkából és a pihenésből. Miért fontos mind a kettő, miért nem jó az, amit a hitoktatás tanít nagyon sok történelmi egyházban? Azért, mert lehagyja a lényeget, mert ez egy párhuzamos parancsolat, azt jelenti, amikor 2 dolgot említ meg az Isten párhuzamosan, nem véletlenül, hogy az Isten szeretete nélkül nincs emberi szeretet. De fordítva is mondhatom, az emberek szerete, olyan ember nincsen, aki az embereket szereti, de az Isten gyűlöli. Nem létezik, nem lehet a szeretetet így kétfelé bontani. És itt is nagyon világosan elmondja a Biblia, hogy a munka és a pihenés, mert ugye a szombatnak a megtartása az a pihenés, az összefügg egymással. Az mit jelent? Olyan, mint a borsó, meg a héja, tehát nem elválasztható egymástól. Nem lehet azt mondani, hogy én csak dolgozom, mert eznek megvannak a káros következményei, de nem lehet azt mondani, hogy én csak pihenek. Ezért ugye én a munkát szeretném először veletek megnézni, és ami nagyon fontos letisztázni a munkával, hogy Isten nem véletlenül adta a munkát, mert körülbelül, Magyarországon ezt így nem tudom megítélni, de már a gyerekkoromban a saját szüleimnél felfedeztem ezt a jelenséget, ugye az én szüleim munkás emberek voltak, és azt vettem észre, ugye én 1970-es évek elején születek, és azt veszem észre, hogy a szüleim szégyelik, hogy munkás emberek.
70-es éveket írunk, aki élt abban a világban, az egy más, teljesen minden szempontból egy más világ volt, nem akarok ebbe belemenni, mert messze vinne, de a lényeg az az, hogy azt veszem észre, és a szüleim nagy erővel, már kiskoromtól fogva mondják, hogy fiam, fiam, egyre vigyázz, hogy ne legyél munkás ember, hanem tanulj, tanulj, ugye a nagymamám az egészen másképp fejezte ki magát, tanulj, Tino, ökör lesz belőled, ő ilyen reménységgel volt felém, és a lényeg az az, hogy gondolkodtam rajta, és többször megkérdeztem, hogy miért szégyellik a munkát? Mi a gond a munkával? Mi az a gond, mi az a probléma, ami miatt így menekülnek ettől a szótól, hogy munka? Mi az a probléma, ami miatt ez bántja őket, ami miatt sérti őket, hogy ők munkás emberek? Hát nem volt semmiben szükségünk, az azt jelenti, hogy nem haltunk éhen, nem esett ránk az eső, természetesen nem tudtunk megvenni mindent, de amink volt, az tökéletesen elegendő volt ahhoz, hogy életünk volt. És nem volt rossz életünk. És boldog életet tudtunk élni. A boldogság nem azon múlott, hogy ők munkás emberek voltak, hanem a boldogság az egészen máson múlott, az alkoholon, az egymáshoz való hozzáálláson múlott. Nem azon múlott, hogy ők munkás emberek voltak. És ezért nagyon érdekes dolog, hogy az Isten, amit parancsolatba foglal, nagyon, és láttam, hogy ők a munkát egy kenyérkereseti dolognak fogták fel, és azt mondták, hogy a munka semmi másra nem jó, csak kenyérkeresetre. Ezért ugye ma már ezeken a nagy menedzserképző, brókerképző, hát, ha nincs itt köztetek broker, akkor halkan kimondom, ezeken az ingyen élő iskolákon, mert ugye ahol nincs értéktermelés, bocsássatok meg, az egy ingyen élés, itt csak adják, veszik a pénzt, ki a zsebedből, be a másikba, semmi olyan értékteremtés nincsen, ami hozzátenne a jövőhöz képest. Ezért megdöbbentő, hogy ma a világ legnagyobb értékű cégei ilyen nagy lufi cégek, ilyen informatikai, meg ilyen lutbalmok, amik tulajdonképpen egy gomnyomással le lehet őket kapcsolni. Hát régen azért ugye itt, ahol mondjuk fölhozták a szenet a föld alól, tehát hoztak föl egy értéket, amivel utána fűtöttünk, és még mindent mit csináltunk, azt nem lehetett egy gomnyomással lekapcsolni. Tehát ugye ma egy olyan virtuális világ van, ahol az érték valami olyasmi, ami nem a munkához köti az embert. Hát ugye ezért lesz megdöbbentő majd, ha megérjük a mi korosztályunknak, már az enyémnek is, hogy ugye mikor vagyunk mi nyugodtak, ugye ez egy nagyon fontos tanács, ezt egy zsidó barátomtól hallottam, hogy a pénzt ne a szívedbe, hanem a zsebedbe hord. De a zsebedbe hordod, az ad egy megnyugvást. Énkem például a bankkártya nem nyugtat meg, hogy van, ezért nincs is bankkártyám. De nem nyugtat meg, hogy van egy bankkártya, mindig amikor használtam és odaadtam, mindig izgultam, hogy ez most mit fog csinálni, hát ez most mit vesz le. A mai napig nem bízok, ennyit nem bízok, mint a körmöm alatt a piszok, annyit nem bízok ennek a rendszernek az üzemeltetőjébe, hogy mit vesz le. Nem látom, mit vesz le. Vagy kétszer jön meg az SMS, akkor azonnal izgulok, hogy miért jött meg kétszer. Kétszer elvette? Vagy mi történik? Vagy azt mondják, hogy most nem tudom kifizetni a kaját, jártam már úgy, vissza kellett pakolni mindent. És ez egy zavaró világ. És ezért ugye nagyon sokan a munkáról úgy gondolkodnak, hogy egy kenyérkereseti lehetőség, pedig figyeljetek, az Istennek az igéje, a 10 parancsolat egyértelműen erkölcsi és szellemi kérdéseket rögzít. Nem kenyérkereseti a 10 parancsolat, nem egy PTK, nem egy BTK, nem egy kód Napóleon, nem egy Hammurapi törvénye, nem egy római jog, hanem a 10 parancsolat azért 10 parancsolat csak, mert az ember alapvető erkölcsi értékeit és hozzáállását rögzíti. Ezért mit kell leszögeznünk a munkával kapcsolatban? Ezt tudom, hogy ma a falra hány borsó lesz, de én szeretem a borsót a falra hányni, azt, hogy a munka nem pénzkereseti kérdés elsősorban, hanem első helyen erkölcsi kérdés. Nézzétek meg azt a társadalmat, ahol akartak dolgozni, volt munkalehetőség, a kettőnek egybe kell járni. Majd nagyon érdekes, amit Pál mond, mert ugye mi sokszor azt mondjuk, úgy gondoljuk, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék. Mi mindig így idézzük. Majd olvassátok el, nem így van az eredetiben. Aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. A kettő között óriási különbség van, hogy nem akarok, vagy nem tudok dolgozni. Vannak ma, ezt most mi Európában élünk. Testvéreim, én nyugodt szívvel el tudom azt nektek mondani, de Magyarországon is ezt nyugodt szívvel el tudom mondani, pedig én nem vagyok pártpolitikus, de ezt az egyet nyugodt szívvel el tudom mondani, hogy aki ma akar Magyarországon dolgozni, az ma tud Magyarországon dolgozni. Még egyszer mondom, hogy aki akar, ez fontos. Nem aki válogat, meg sok pénzt szeretne keresni, az egy más kérdés. Az keres, kutat, vagy talál, vagy nem. De aki akar,
az tud dolgozni. És ezért nagyon fontos dolog, hogy a munka az nem egy kenyérkereseti, hanem egy erkölcsi kérdés, és itt érted meg, hogy, és itt lehet megérteni, és ezt muszáj itt az elején elmondjam, hogy miért okozott az evangéliumi mozgalomban, miért okozott az újkori egyházban óriási gondot, hogy a szolgálók nem akartak dolgozni, hanem ugye a gyülekezeti bevételekből akartak élni, és ezt fenn fogom tartani, amíg lélegzek, vagy amíg az Isten más nem mond, elmondom miért. Mert a munka nekik is erkölcsi kérdés. És azáltal, hogy ők nem dolgoznak, erkölcsileg nem tudják azt bepótolni, akármilyen szentek. Testvéreim, a munkát imával és bőjtel nem lehet bepótolni, mert a munka az egy erkölcsi kérdés. Nem véletlenül néztek meg a Hitler, hogy kifigurázta. Miket írt a haláltáboroknak, kifigurázta a munkának a kérdését. A munka az egy tartást ad. A munkához föl kell kelni. A munkához télen, nyáron, hóban, fagyban föl kell kelni. A munkához erőfeszítés. Szeretsz menni dolgozni? Nem. Mitől leszel erkölcsileg több, hogy nem szeretet alapra helyezed ezt a kérdést, hanem egyszerűen tartást ad, becsületet ad, tisztességet ad. Nézzétek meg, csak a példabeszédekben 400-nál is több üzenet van a munkával kapcsolatban. Például elmondja, hogy az egy maroknyi a sokkal jobb békességgel, mint a két maroknyi háborúsággal, és még sorolhatnám tovább. Tehát ad egy erkölcsi tartást a munka, és miért borult fel a 20. század és a 21. század is, elmondom miért, mert a munkát, mi az első kérdés ma egy munkahelyen, mennyit fizetnek? Tudjátok, ez hogy működött, amikor erkölcsi kérdés volt? Boldog volt, és ment haza, és azt mondta a szüleinek, a fiatal, hogy képzeld el, kaptam munkát. Kaptam munkát, holnap megyek dolgozni, és egy órával előbb benn volt a munkahelyén. Miért? Mert kapott munkát, mert erkölcsi kérdés volt. Miért van olyan a ramagy állapotban a mai generáció, különösen a fiatal, különösen ugye a cigányság kérdését mindig meg akarják oldani, hogy több ezer milliárdot belepumpálnak, és akkor mindenféle, tessérem, ahogy pénzt helyezel egy emberi rendszerbe, azt el fogják lopni. Mindegy, hogy milyen színe van az embernek. El fogják, nem csak a cigány lopja, ellopja a magyar is. Mindenki ellopja. Ezért ugye mikor van az embernek erkölcsi tartása, miért van olyan bajba például világméretekben a cigányság, elmondom miért, mert valahol évtizedek óta nem látják a gyerekek a szüleiket elmenni dolgozni. Nincs meg ez az erkölcsi tartás. Nincs meg. Nem számítanak az órák, nem számítanak. Egy munkás embernek van egy életrendje, van egy menetrendje. Ott nem folyik el a nap, nem folyik el a délelőtt, a délután, hanem ott van egy rendszer az ember életébe. Testvéreim, az Istennek az országa is rend. Az Istennek az országa nem rendetlenség, nem káosz, hanem ugyanolyan rend. Miért gondoljátok, hogy a mi életünkben nem kell, hogy rendnek legyen? És nem beszélve arról, hogy a munkával kap az ember egy erkölcsi tartást. Mindig, amikor olyan dolgot csinálsz, amit az érzéseid, a vágyaid, az álmaid tiltakoznak, hát milyen a futás, akik már futottatok hosszabb távon? Mi? Hát szeretsz futni? Hát hát bocsánat, de hát az valami baj van vele, aki szeret. Tehát nem azért, mindenki valamiért fut. Az egyik első akar lenni, a második 5 kilót akar ledobni, a harmadik fit akar lenni, a negyedik szeretne gyorsan bejárni az erdőt. Mindenkinek van valami célja ezzel. Mindenkinek van valami célja ezzel. Futok, sokat futok én is az erdőbe, ugye nekem mi a célom ezzel, tudjak normálisan étkezni. Mert pont abban a korban vagyok, ahol egy kiflit ledolgozni nagyon nehéz, fölszedni viszont pillanatok alatt megy. Ledolgozni az nem látszik, de mikor megeszed, az mindjárt látszik. Hát csak gondold el, hogy a karácsonykor azokat a kilókat 3 nap alatt felszedjük. És mi van? Erősen április-május van, mire egyáltalán valami lesz belőle. Mire egyáltalán, így van. Tehát mindig az ember részét ad egy erkölcsi tartást, és dolgozni, ugye itt van egy óriási szemléletváltozás, ma az emberek 99%-a miért dolgozik? Pénzért. Ezért mindegy neki, hogy mit csinál. Mindegy a munka minősége, mindegy, hogy mit ad ki a kezéből, de miért mindegy neki? Mert a fizetést akarja megkapni. A fizetést. Miért olyan nehéz ma visszakapni a silány terméknek az árát? Miért olyan nehéz visszacserélni? Azért, mert azt mondják, hogy mit? Én pénzt kerestem ezzel. Én nem akartam neked, hogy szóljon örök életbe, vagy menjen a hűtőd 20-30 évig. Ma vegyetek olyan hűtőt, ami megy, lehel, 2 csillagos, már 30 éve megy, stb. Nem veszel. Ma vegyél olyan autót, ami el fog menni. Ezek a ladák, amik elmentek 40-50 évig, pedig a ruszkik csinálták, és azoknak már akkor is megvolt a bajuk. És nézzétek meg, mégig megy. Ma dalol, fütyül, zenél, színes, és csak egy baj van, hogy úgy mosolygok, amikor rakják ezeket a 20 milliós autókat trélerre.
Miért? A Warburgnál mi volt a helyzet? Belenéztél, ráköpték kettőt és elindult. Na próbálj meg köpködni ezekre a mai autókra, ez nem indul el, viszi el a tréler. És erre van ráva, tudják, örülnek neki, rá van állva, már nincsen, hogy valaki elhúz, majd jön érted 60 ezerére a tréler, minden fel van építve, miért? Mert mindenki pénzt akar keresni. És elfogadtuk ezt, hogy a munka az pénzkereset miatt van. Ezért nézzétek meg, ma nem okozta, ma ez már nem probléma, hogy 29 éves vagyok, hány munkahelyed volt? 14. Tényleg? Csak 14, igen. 18 lett volna, de három helyre nem jelentettek be, úgyhogy így csak 14 van. Ma ezek nem kérdések. Nem véletlenül, tudjátok, a munkával kapcsolatban szíthatjuk a régi rendszert, de annak, hogy az embereket munkára kötelezték, az adott egy erkölcsi tartást. Az adott a magyarnak, adott a cigányembernek, mindenkinek adott egy erkölcsi tartást. Ez egy fontos dolog volt, föl kellett tenni. Ott valaki kellni, ott valaki mindig szólt, hogy csináld már meg, ne szórakozzál. Tedd arrébb, ne szórakozzál! Ne szórakozz velem! És ezért a munka le kell szögezni, hogy egy erkölcsi kérdés. Nem véletlenül azt mondja a Biblia, ugye, amikor a munkából áldás, ugye ezt a tanítás volt évekkel ezelőtt, még ott a kisteremben volt, egy nagyon érdekes dolog, amit az ige mutat ebből, azt mondja, hogy a kezednek a munkájából eszel. Tehát ezzel jól laksz. De a haszon, az mi termeli a hasznot? A szádnak, a beszédet termeli. Nagyon érdekes dolog ez, hogy a beszéd termeli. Nézzétek ma az emberek, hogy beszélnek a munkáról. Ma fel sem merül, hogy az emberek, nagyon-nagyon ritkán merül fel az, hogy az emberek munkát akarnak végezni. Ez egy egészen más történet ma a munka. Ezért szerettem volna letisztázni, Isten ezt azért mondta, mert azt mondta, hogy ez egy erkölcsi kérdés. A munka tehát nem pénzkereset és nem létfenntartás csak, hanem egy erkölcsi, jellembeli kérdés. Munka nélkül nem lesz az ember ember. A jellemet a legjobban az embernek a munkavégzés formája. Ezért ez okozza ma a legnagyobb váltságot, hogy ugye, hogy az emberek akarnak-e dolgozni. Én amióta ezt megértettem ebből a parancsolatból, azóta, ha jönnek a vállalkozásunkhoz, felvételiznek emberek, akkor nekem egyetlen, engem nem érdekel az önéletrajza, mert ott mindenki úgyis azt ír, amit akar. Engem nem érdekel, hogy hány nyelvvizsgapapírt lakod a le. Ezek nem érdekel, hogy milyen végzettségei vannak. Az első kérdésem az, hogy akarsz-e dolgozni. De valamikor nem jutok az első kérdésig, mert mondom, hogy mielőtt bemutatkoznék, van-e valami kérdése? Igen, mennyit lehet keresni? Itt már fel se teszem ezen a ponton a kérdésemet, mert meghaladta az idő a kérdésemet. Mondtam, hogy nálunk nem lehet sokat keresni. Vagy legalábbis ugye, akinek ez az első kérdés, annak hiába mondasz bármit, az mindig többet, és mindig többet, és mindig többet szeretne. És ezért a munka ezért süllyedt le, mert nem maradt meg erkölcsi kérdésként. És sajnos ez ma egy mesterséges, és nem ilyen összeesküvés elméleteket akarok szőni, de ez ma évtizedek óta a munkának egy mesterséges lezüllesztése. Pontosan azért, mert a munkás ember rá van kényszerítve, hogy dolgozzon. Csak gondoljatok bele a józan paraszt észbe. Rá volt kényszerítve. Miért van mesterségesen lezüllesztve? Azért, mert ha nincs erkölcsi tartása az embernek, akkor nem gondolkodik. Nem gondolkodik, lehet vele bármit csinálni. Kiszolgál. Ha csak pénzért dolgozik az ember, ha te szeretsz dolgozni, ha nem veszed föl a fenevad bélyegét, ugye, hogy menjünk ezeknél a kamu proféciáknál, de majd gondolod, hogy téged az Isten, aki elhívott, majd téged pont a fenevad bélyege fog megölni, de ezt hagyjuk, ne is menjünk ebbe bele, mert csak messze vinne, én meg zabos leszek tőle, de a lényeg az, hogy a munka mit jelentett, hogy aki szeret, akinek erkölcsi kérdés a munka, az soha nem halt ilyen. Az soha nem halt ilyen, mert az ma csak én a mi kis falunkba végigjátszottam a gondolatot, hogy megyek sorba a faluba. Látom, nincs összevágva a fa. Összevághatom? Persze. Látom, nincs lenyírva a fű. Lenyírhatom? Tesőreim, itt látatlanból megmondom azt nektek, hogy a falumból ki se kéne mozdulni, és a kenyérkereset meg lenne. Ha pénzt akarok keresni, rengeteg pénzt, nagyon sok pénzt, rengeteg pénzt, ma felteszed, bemész egy általános iskolába, és megkérdezed, hogy mit szeretnétek, ha nagy lesztek, nagyok lesztek, sok pénzt szeretnénk keresni. Nézzétek meg a sok pénzt keresett, keres az ember sok pénzt. Én azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedekben nagyon sok ember, sokkal szélesebb kör keres sok pénzt. Változtatta ez az embernek a jellemét? Igen. Milyen irányban? Hát sajnos lefelé és nem fölfelé.
Nem fölfelé változtatta, hanem lefelé. Ezért a munkát nem szabad lebecsülni, hanem a munka az egy erkölcsi kérdés, és ez okozza ma a nagy dilemát. Nézzétek meg, hogy mennyire erkölcsi kérdés egy Mózesnél, amikor Isten 6 napon át végzi a munkáját, a 7. napon mit csinál? Megpihen. És mit csinált 6 napon át? Teremtett, végezte a munkáját. Figyeljetek, mi az, amit a gyerekednek nagyon jól meg tudsz tanítani? Amit te is be tudsz mutatni, és nem elméletbe csinálod. Amit te is be tudsz mutatni. A gyerek nem az érdekli, amit hall, hanem a gyerek az érdekli, amit lát. Amit lát. És ezért nagyon fontos, hogy ezt tudjuk. Nézzétek meg, mit mondott az Isten. Az első szava az emberhez, amikor már ott vannak, és ketten vannak, és odaadja nekik az örökséget, azt mondja, hogy mit kell vele csináljatok. Művelt és őrizd. Művelt és őrizd. Mit mondott? Ugye, ha az Isten egy ilyen tohonya, néztek meg, az egész emberi szervezet úgy van fölépítve. Izmaink vannak, ujjaink vannak, fogni tudunk, lábunk van, menni tudunk. Figyeljetek, ha egy ilyen tohonya, lomha, lusta embert akart volna az Isten, akkor követ teremtett volna. Mi van teremtve a tohonyaságra? A kő. Mert azt lerakod, az ott marad. Az nem megy el onnan. Minél nagyobbat raksz le, annál tovább ott marad. Annál tovább ott marad. És ezért nagyon fontos, hogy művelésre, és ezért tevékenységre vagyunk teremtve. Egyszerűen ezért van a lábunk, ezért van a kezünk. Hát ugye szoktak mondani, amikor egy munkahelyen van mondjuk 3 erősen dolgozó, meg 1 nem dolgozó, annak mit szoktak mondani? Járjon a kezed. Járjon a lábad. Ne a szád. Általában mi jár az embereknek? A szájuk az jár. De a kezük, meg a lábuk kell, hogy járjon. Szokták mondani, amikor tanultam, és első talicskámat toltam, akkor ilyen, olyan volt a talicska, hogy nyekerget, nem volt beolajozva. És mondták, hogy nem nyek, hanem nyek. Tehát, hogy erre figyeljek oda, mert ha nyek, az nem jó. De a nyek, az jó, mert akkor látszik, hogy megyek, haladok, és nem tolatok a talicskával. És ezért ugye kezdtem rájönni, hogy a régi öregeknek azért volt mindig nyekergő talicskája, hogyha háttal állt, akkor is tudta, hogy mit csinálsz. Nem kellett megforduljon, nem kellett semmi. Ha hallott a nyek, akkor csak kiüvöltött a mester, és azt mondja, hogy na, pörgessünk bele, Zolikám, pörgessünk bele, mert így elalszunk. És ezért ez nagyon fontos dolog, hogy tevékenységre vagyunk teremtve, a tevékenység válik a hasznunkra, ezért a munka egy olyan erkölcsi kötelesség, és ezért ugye nagyon érdekes dolog, de nem is nagyon döntési kérdés a munka. Isten nagyon, figyeljetek, a legszükséges, mivel állította ellentétben, azt mondja, aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Meg tudod csinálni hosszú távon, hogy nem eszel? Hát nem nagyon. Mondjuk ma már ezt is, mert ezek a mai hölgyek, akik ilyen fotoszintetizálnak meg, még nem is tudom, tehát ez már megint lehet, hogy sok minden változik, de nem tudod megcsinálni, még a kevesebbet evő is nem tudja megcsinálni, hogy nem eszik. És ezért mihez hasonlította a munkát? Azt mondja, hogy ha aki nem, az nem. De nagyon fontos ez, hogy ez benne van az embernek a teremtés óta benne van. Én amikor börtönbe kerültem, akkor 9-10 hónapig nem kaptam a börtönben munkát. Nem sokan voltak, akik könyörögtek a börtönben munkáért, de ugye aki így szocializálódott, hogy dolgozott, az egyszerűen borzalmasak voltak a napok munkanélkül. Tehát fölkeltél, reggeliztél, létszámellenőrzés, ebédeltél, létszámellenőrzés, vacsoráztál, létszámellenőrzés, takarodó. Nagyjából erről szólt a nap. Ha az ember nem színesítette, hanem csak, akkor borzalmas, tehát abba bele lehetett pusztulni. És egyszerűen az ember érezte, hogy munka kell. És emlékszem rá, hogy közel egy év eltelt, és egy év után a kecskeméti börtönnek a földszintében kineveztek földszinti takarítónak. Testvéreim, én el nem tudom nektek mondani, hogy volt ennél nagyobb, dolgoztam már jobb helyeken, ezt elhiheted, de el nem tudom nektek mondani, hogy volt ennél nagyobb élménye munkával kapcsolatban. Amikor egy év után úgy néztem arra, hát gondoljátok, hogy nem egy ilyen bevásárlóközpontféle takarítószerek voltak ott, tehát volt hipó, volt az a büdös rongy, meg a felmosófa. Kész. Ennyi volt. Tehát a bébében nem viszik ezt azért annyira túlzásba a tisztogatást, abból kell neked kihozni. Ugye a katonaságnál a nagyon koszosat, akkor fogkefével kellett ráigazítani a dolgokra, a sarkokra. Itt hasonló volt a szitu, és még meleg víz se volt. És
Én emlékszem rá, hogy olyan sokszor mondták, hogy miért mész te, hogy ha lehetett volna, előbb mentem volna takarítani. Ha lehetett volna, volt egy ablak, ami mindig a feleségemnek megírtam, hogy jöjjön az ablakhoz, a börtön ablakába, ugye egy olyan ablak volt, ahol soha nem sütött be a nap, viszont a feleségem néha megálltott kocsival, és nem tudtunk beszélni, de láttam, és figyeljetek, én szerintem az olyan tiszta volt az az ablak, én azt fél órán keresztül, már szólt az őr, hogy miért pucolod, mondom, hogy kilássunk. Hát én nem akarok fél munkát, de jó szívvel közben dörzsöltem. Tehát egyszerűen éreztem azt, én úgy éreztem, mintha megkaptam volna a legnagyobb vezérigazgatói állást. Miért? Mert előtte dolgoztam 7 nappal át éve, és egyszerűen az az 1 év az borzalmas volt. Nem a rács volt, az a semmittevés, az a tohonyaság, hogy azt a sok barmot hallgatni reggeltől estig, azt a sok hülyeséget, értelmetlen dolgot megcsinálni, hogy az ember a felmosó fával is hasznosabbnak érezte magát. Tudjátok, mi a tragédiája a mai társadalmunknak? Hogy ez már nincs benne az emberek legtöbb embernek a szívébe, a lelkébe ez az érzés. Hogy nem hiányzik ez az érzés. Hogy ellavíroznak, elmennek, jobbra-balra, tehát tökéletesen elnézi egész nap, hogy a másik lapától. Tökéletesen. És ezzel higgyétek el, az emberiség jóval szegényebb lett. Ezért csak ugye a munkánál egy kis rengeteget lehetne még erről beszélni, de szeretném elmondani, hogy a másik, amivel ellentétben állítja a munkát, ugye az a pihenés. És nagyon érdekes, hogy Isten meghagyta a harmóniáját a munkának és a pihenésnek, és adott egy ütemet. Azt mondja, hogy 6 napon át munkálkodjál, és itt még egy fontos dologra szeretném felhívni a figyelmedet, hogy azt mondja az ige, hogy végezd minden te munkádat. Itt nem a 8 órás munkahelyedre gondol csak, hanem otthon. Tedd meg a dolgodat, vesd be a veteményest, tedd meg minden olyan munkát, menj el a boltba, stb. Tehát, hogy végezd a te munkádat, és nézzetek meg, hogy az ember úgy van megalkotva, hogy 6 napig kényelmesen tud dolgozni, de a 6 napot túltolja, akkor utána is kimarad az az 1 nap pihenés, akkor mi történik? Akkor egyszerűen felborul ez a rend. Amikor a francia forradalom hatalomra jutott, akkor minden, ami a Bibliával volt kapcsolatos, azzal szakítani akartak. Minden. Ugye az első, amit megléptek, ott lett vége a római katolikus egyház uralmának, hogy leváltották le, egyszerűen kirúgták a pápát. Kész. Bementek a franciák, erősek voltak akkor a franciák, liberalizmus, stb. Dobták félre minden, ami vallás volt, de dobták félre, és bevezették a dekádot. A dekád az a 10 napos munkahét volt. Néhány héten belül, vagy néhány hónapon belül látszott az eredménye, hogy egyszerűen döglöttek meg az állatok, mert itt szeretném elmondani, hogy itt nem csak az emberről van szó, itt ha megnézitek, azt mondja, hogy a barmoddal se gyakoroljál mást. Miért? Azért, mert egyszerűen úgy van megalkotva az ember, és tudjátok, miért ilyen űzött, és miért ilyen nyomorult, és miért ilyen fáradt, és miért ilyen lelakott a mai társadalom, a mai ember, azért, mert ezt a dekádot néztek meg, hogy miért ilyenek az élelmiszereink, azért, mert én, ahol csak lakom, ott most számoltam, 3-szor vetik be azt a földet. 3-szor. Kihoznak belőle mindent, amit nem kéne. Ennyit jelent a nagy tőke. Ezért az az állat, aki megszüntette a kisgazdaságokat, azt most meg kéne égetni egy picit. Miért? Mert egyszerűen ez a nagy tőkének a lényege. Mit akar a nagy tőke? A nagy tőket érdekli, hogy neked van munkád, vagy nincs. A nagy tőkét egy érdekli, hogy hasznot termeljen. Semmi más nem érdekli. Semmi más. Életben tart, hogy létezzél és dolgozz neki, de nem érdekli az, ő csak a saját profitját. Ma megkérdezik, hát máshol egyszerűen ma táblázatokból döntenek cégek sorsa fölött. Nem kérdezik meg, hogy kinek hány gyereke van, milyen hiteled van, stb. Táblázatokat megnézik, ha a táblázatnak nincs meg a végeredménye, akkor úgy zárják be a céget, mint a húzat valahol a világ valamelyik táján. Nem tudod, hogy ki a főnököd. Nem tudod, hogy kinek dolgozol. Hát ugye a példabeszélekben van, hogy a gazda szeme hízlalja a jószágot. Hát a gazda miért fontos, hogy a gazdád ismert? Hát mert a gazdára rá van írva, hogy milyen a vállalkozása. Ma ilyen a multinacionális cég, hogy nem ismered a gazdáját. Ennyit ér. És ezért ugye ez egy megrázó dolog, és ugye a másik oldalon nézzétek meg, nem csak a munkát lövik szét, hanem a másik oldalon szétlőtték, tehát ezt az egész parancsolatot, ezt az egész 4-es parancsolatot tulajdonképpen szétzúzták darabokra, szétzúzták a munkának az erkölcsi értékét, és a másik oldalon pedig szétzúzták a pihenésnek a lényegét és az erkölcsi értékét. És nem felmentve senkit, ezt évtizedekig bal oldalról zúzzák, aztán évtizedekig jobb oldalról zúzzák, ezt mindenki, aki éri, zúzza ezt a részt.
Én szívemből sajnáltam, hogy ezt a vasárnapi zárvatartást, ezt engedtek. Tehát sok mindenben kéne engedni, ebben nem kellett volna engedni. Ebben nem kellett volna egy szemernyit se engedni, azért, mert te, amit meg akarsz venni, ma így is túl vagyunk tolva a fogyasztói társadalomba, minden pillanatban meg tudod venni. Amit nem tudtál megvenni szombattól következő hét péntekig, az a te terhánságod miatt van. Azért meg idd meg a levét, ne másigya meg annak a levét, hogy te miattad a hülye élesztőnkért, meg a vajunkért, meg a ropinkért, meg a paradicsomunkért, más álljon vigyázba. És tönkre mennek, nézzek meg, milyen morális hatása van ez a családokra, nézzek meg, jobb lett az anyagi élet, hogy több pénzt keresünk. Nem, többet is költünk. Minden vackot megveszünk, amire nincs is szükségünk. Nincs is szükségünk. És ezért nagyon fontos, hogy az Isten rendelte a nyugalmat, rendelte egy olyan napot, ugye ez a szabbát, nem véletlenül mondja ki a szombatot, ugye ezen majd rengetegen vitáznak, hogy akkor most szombat, vagy a vasárnap, de hívjuk egyelőre úgy, hogy a megpihenés napját adta az Úr. És ezért ugye mit tegyünk mi ezzel a megpihenés napjával? És mit is ért Isten a megpihenés napján? Nagyon fontos dolog, amit le kell szögezni, hogy a megpihenés napja nem a semmittevés napja. A megpihenés nem az a nap, amikor az ember lefekszik, és akkor 24 órán keresztül fekszik, és néz ki a fejéből. Vagy gatyába játszik a számítógépen, vagy mit tudom én, micsoda, délután 3-kor reggelizik. Mert ugye ma egész érdekes dolgokat lehet hallani. Hanem a hetedik nap az nem a semmittevésnek a napja, ugye, hanem nagyon érdekes, amit mond Jézus Krisztus, hogy a szombat az egy olyan nap, ami az emberért van. Nem az ember van a szombatért, hanem a szombat, a nyugalom, a megpihenés napja van az emberért. Mit jelent a nyugalom napja? Nagyon érdekes dolog, még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a Biblia a napokat nem úgy számolja, hogy évféltől évfélig, hanem a Biblia naplementétől a következő naplementéig számolja a napokat. Tehát mikor áll be például a pihenő nap azokon a tájakon, ahol ezt betartják, szombat este, péntek este, 6 óra, vagy amikor a nap lemegy. Ugye ezt mindig az aktuális rabbi kiadja, mert figyelik, hogy mikor megy le a nap. És ugye most már vége van a szombatnak azokon a helyeken. És ugye itt nagyon érdekes dolog, amire felhívtam, mert nagyon mélyen tanít erről bennünket a Biblia, de azt mondja, hogy ez a nyugalomnak a napja, például minek a napja? Például egy nagyon fontos dolog, ezt a napot arra is ki tudod használni, hogy bekapcsolódsz a családod életébe. Ez egy fontos kérdés. Hát aki reggeltől estig dolgozik, mikor kapcsolódsz be? Miért vannak ma ilyen anyátlan, apátlan gyerekek? Azért, mert nem tudunk bekapcsolódni az életükbe. Miért? Mert este 6 órakor, amikor hazaérsz otthon, még megcsinálod a kis fusidat, mire van energiád? Jó esetben lezuhanyozni. Be tudsz kapcsolódni, oda tudsz figyelni, amikor jön a gyerek, és apa, gyere, ülj le velem, apa, vagy főleg a kicsi gyereked van, én is... Néha olyan Erika már észreveszi rajta, amikor jön és nyúsz, hogy játszunk, de hát a szívem szakad meg, mert tényleg kéne játszani, de annyi kedvem van játszani, hogy el se tudom mondani, hogy mennyire nincsen. És őrlődik az ember a kettő között, hogy most hogy legyél jó apa. Ezért alig várom azt a napot, amikor reggel, mindig azzal szoktam vigasztalni, hogy jön a szombat, és akkor mindig kérdezi a fiam, hogy hányat kell aludni, és akkor mondja, hogy már csak 3-at, már csak 2-t, és akkor apa, akkor, bár a gyerek kiválóan tudja, apa, akkor nem mész irodába, mondom, nem, itt hol, reggel fölébredek? Igen, reggel fölébredsz, itt hol leszek. Szóval egy egészen más, például bekapcsolódni a család életébe. Ha az emberek megtalálnák a pihenőnapot, akkor be tudnának kapcsolódni a saját családjuk életébe. Van annak kára, hogy nem tudunk része lenni a saját családunk életének? Én elmondtam nektek őszintén, én meggyőződésem, hogy Isten ezt a kisfiút nekem például azért adta, mert nagyon szeret, és az első 4 gyereknek teljesen kimaradtam az életéből. Azt se tudtam, mi az. Meg voltam a győződve, igazi jó, karizmatikus bunkó voltam, az asszonyé a felelősség, majd én, a család papja, majd én viszem haza a lóvét, ő meg nevelje a kölkeimet, kész. És ha nem tetszett neki, akkor majd még igazítok is a száján, mert hát Izabella, ne szólaljon meg. Ennyire leegyszerűsítettük ezt az egész kérdést. Az egész kérdést. Holott ennek semmi köze nem volt. Hát én ugyanolyan részese vagyok. Hát ez az én gyerekem, már nekem benne kell lenni az életébe, a sorsába. Tudjátok, ezt egyszer, kétszer, háromszor tudod eljátszani egy gyerekkel, hogy jöjjön, hogy apa, szeretnék valamit mondani, nem most lányom, nem most fiam. Ezt még kétszer, háromszor eljátszod vele, utána nem megy oda többen. Utána meg reklamálunk, hogy hát miért nem jössz oda hozzám.
Ugye ezért nagyon fontos, drága testvéreim, ezt megtanulni, hogy bele kell kapcsolódnunk a család életébe. Ez egy fontos dolog. Egyszerűen nem emberi szokásokat kell felvenni. Tudjátok, én nagyon-nagyon sajnálom, hogy a zsidóság, de szeretném elmondani, hogy a pihenőnapot, a hetedik napot, a szombatnapot nem a zsidóság kapta, hanem ezt az ember kapta. Isten mikor mutatott ebben példát? Amikor a zsidóság még a kanyarban nem volt. Azt mondja, hogy a hetedik napon megpihent. Most el tudod képzelni, hogy az Istennek szüksége volt arra, hogy hanyat dőljön, bekapcsolja a szokor rádiót és fújjon egyet. Hogy bekapcsolódjon a mennyi életébe. Hát ő mindenben. Nem volt erre szüksége. Miért mutatta ezt meg? Azt mondta, hogy emberek, ha én megcsinálom, akkor higgyétek el, hogy ez egy fontos dolog. Ha én megcsinálom, akkor ez egy fontos dolog. Akkor ezen gondolkodjatok el. Ne söpörjétek, nézzétek meg. Úgy lesöpörte az ember a negyedik parancsolatot, ami a vízválasztó, de minden ember úgy lesöpri a munkával kapcsolatban, hol tartunk, a pihenésről meg már nem is beszélek. Testvéreim, nekünk kelet-európai embereknek például egy óriási hibánk, hogy mi nem tudunk pihenni. Tehát úgy szocializáltunk, hogy nem tudunk, megy a verkli, én magamon érzem, amikor van egy olyan, hogy gondolkodok, csak úgy ülök le, egy idő után rám tör az a nyomás, hogy milyen lusta disznó vagyok. Nem tudod, hogy valamit mindig meg kell fognod otthon, nem? Mikor, mit tudom én, otthon van vasárnap, ugye mi történik vasárnap? Nézzetek meg egy átlagos magyar háztartást, mi történik vasárnap? Az az, hogy minden olyat elvégez, amire nem volt ideje. Takarít, mosfőz, blablabla. Az ember ugye megkapálta a kertet, stb. És akkor fogod a, mit tudom, a sörödet, és épp ülsz le a kis székre, és akkor kiabál a mama bentről, hogy hé, a redő nem működik. Jó, oké, elmész. Visszaülsz, megint újra fogod, hogy kicsit leülsz, egy picit, csak már vasárnap 4 óra van, már Delta is lement, már minden program lemegy, leülsz, hogy megint kortyosz, és akkor hé, a mosógép el van dugulva, és akkor az ember bepöccen, azt mondja, nehogy már nem jöhetek le a felekemre 3 perc, és ugye mozgatjuk egymást. Van a másik világ, aki meg azt mondja, hogy ugye, mert mit mond, azt mondja, hogy kinek jár a pihenő nap? Azt mondja, hogy a feleségednek, a szolgálódnak, mindenkinek, aki a kerítéseden belül van. Ugye a másik világ, mi vagyunk, hogy hozod már sörömet? Mi van? Dél lesz. Hol az ebéd? Ugye mind a kettőre van véglet. És ezért nagyon fontos dolog ez, hogy a pihenő nap mindenkinek megjár. Ugye estétől estéig 3 Mózes 23:32-ben olvassuk, hogy estétől estéig tartott, majd nézzétek meg, ellenőrizzétek le. Miért? Azért, mert a szombatban nem lehet berepülni éjfélkor. Hanem a szombat miért péntek este állt be a szombat? Azért, hogy te másnap, amikor fölébredsz, testvéreim, hullafáradtan. Ha te szombat éjfélkor, hajnali 1-kor, hajnali 2-kor érsz haza, és másnap te pihenőnapot akarsz tartani, azt neked megbukik. Miért? Hát mert nem pihenten mentél bele. Miért tartották estétől? Azért, hogy pihenten érkezzél bele a nyugalom napjába. Hogy tudsz belemenni a nyugalom napjába zaklatottan? Hogy tudsz belemenni idegesen? Hogy tudsz belemenni fáradtan? Ha hajnali 1-kor érsz haza szombaton, akkor másnap neked milyen napod van? Fit vagy a családi kiránduláson? Mit mondtál, kislányom? Még egyszer mondd el, apa, már negyedszer mondom. Akkor leírnád? Hát de apa, nem vagyok hülye, miért írnám le? És akkor ugye ez az a nagy alvások, stb. Nem tudsz odafigyelni. Ezért mondta azt, hogy menj haza pénteken. Ugye nem nagyon érdekes, hogy miért olyan fontos. Ma már csak szeretném elmondani, én nekem a szívem fáj, ezért ugye évente többször megyek Izraelbe, és látom, és sajnálom, hogy a zsidóság egy ilyen elcsépelt dolgot csinált a szombatból, mert óriási tanító ereje van az emberiségre nézve a szombatnak. Ugye évekkel ezelőtt azért nem maradtam a csoporttal szombaton, mert nem tudtam őket hová vinni vacsorázni. Ma ez már nem gond. A jeruzsálemi szállodánktól 300 méteres közben tudom az összes nyitva lévő helyet. Ha hamburgert akarsz tenni, arra is tudok mondani, ha maceszt, arra is, ha falafelt, arra is, ha boltba akarsz menni, arra is tudok mondani. Ez nem fordult elő. Egyszerűen egy képmutatást csináltak, rohangálnak a falhoz, hajbokolni és imádkozni, és ezt nem lebecsülöm, de az eredeti részét, az eredetiét, ugye mi volt az eredeti része, kezdődött egy vacsorával. A vacsora mire volt? Egy vallásos ritus volt? Nem. A vacsorát emberek ültek össze, és mire is szolgált a péntek esti vacsora, hogy a családot összeszedte. És megkérdeztük egymást, hogy mi volt veletek héten? Mi volt a héten veletek? Mit csináltál? Megbeszéltük. Ki jött az, hogy mit csináltunk rosszul a héten? Persze a legtöbb család mindent jól csinál a héten, de ahol mondjuk egy kicsit önkritikusak, mit csinálta rossz, és az ember belement egy beszélgetésbe, utána mi történt? Nem megnéztünk 4-5 jó filmet, hanem mi történt? Lepihent az ember. Hogy kipihenjem, nem csörgött reggel az óra. Nem kapcsoltam be, mindegy. Nem volt szundi, stb. Nem volt ilyen. Miért? Hogy ki tud magad pihenni. Miért? Hogy utána belemenjél
A nyugalomnak a napjában. Nyugalom napjában zaklatottan belemenni. Testvéreim, élet veszélyes. Én úgy böjtölni, vagy úgy bevonulni a belső kamrádba, hogy közben be van kapcsolva a számítógép, meg a telefon. És akkor, ja Istenem, belemész, hogy mennyi atyám az Úr is nevében. Csörök, bocs, Uram, ezt föl kell vennem, ez fontos. Értitek, ennek az ég, az ne csinálj semmit, akkor telefonáljál. Hagyd az egészet, majd az Isten szegény azt mondod, úgyis miért veszed fel a telefon, mert az Isten ráér. Nem ővel szurunk ki különben, hanem saját magunkkal szurunk ki, hogy nincs meg ez a pihenőnapunk. Jézus ezért mondta ugye már 2:27-ben, a szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért. Az atya adja a parancsolatot, külön mondja, hogy a munka mellé a pihenést. Testvérem, mi a mai, két csőd van ma, két véglet van ma, alig van középút. Az emberiség nagy része állandóan dolgozik, nincs meg a pihenés, mi ennek a következménye? Az, amit ma látsz, roncs, elfáradt, gondolkodásmentes emberek. Hajtják. Hát milyen megdöbbentő dolog, nem, amikor az ember egész héten dolgozik, és akkor vasárnap az jelenti a családi programot, hogy a Tesco-s újsággal a kezedbe nézed, hogy mi akciós. Hát ez egy nagyon-nagyon fájdalmas dolog. Nagyon fájdalmas dolog. A másik véglet, ugye, hogy nincs pihenés, az egyik, a másik véglet meg micsoda, hogy csak pihenés van. Csak pihenés van. Ugye mind a kettő egy véglet, ezért az Isten arányba rakta a kettőt egymással, és csak így tudunk boldogulni. És ezért ugye, ezért bánt, hogy a zsidók eltorzították és telerakták mindenféle emberi szokásokkal, hülyeségekkel, pedig a szombatot Jézus az emberek miatt meg is erősítette, hogy ez az emberek miatt van. Ezért a szombat minden emberért van, azért, hogy az emberek szabaduljanak fel, ne végezzenek kenyérkereső munkát, foglalkozzanak azzal, ami a Teremtőhöz közelebb viszi őket. Például, ha a családoddal foglalkozol, az közelebb visz a Teremtőhöz. Hát minden további nélkül. Minden további nélkül. Hogy tudok bemenni nyugalomban? Hogy tudok bemenni az Úrnak a jelenlétébe? Ugye mi azt gondoltuk, hogy berongyolunk a gyülekezetbe, az egyórás dicséretbe, aztán a végén az egyórásunk már 2 órás lett, aztán 3 órás. Azt hittük, hogy minél tovább dicsérjük az Urat, annál biztosabban bemenjünk a jelenlétébe. Hogy mész be az Úr jelenlétébe? Bevonulsz a te belső szobádba. Hová mész? Bemész a nyugalmadba. Tudsz úgy imádkozni, mikor hazamész idegesen? Tudsz úgy imádkozni, hogy mennyei atyám, olyan jópofa vagy az Istennel? Nem vagy. Beolvasni tudsz csak neki. Mindenkire haragszol olyankor. Mikor lehet, mikor érdemes az Isten elé menni? Mikor érdemes egy emberrel is értelmes módon kommunikálni, ha nem vagy ideges? Amíg ideges vagy, nincs nagy jelentősége. Nagyobb bajból jössz ki. Mikor vannak a házassági veszekedések? Amikor mindenki ideges. Ott nem érdemes döntéseket hozni. Ott nem érdemes. Ott olyanokat mondasz, amit már akkor megbánsz. Ugye mindig ezért kell figyelni, hogy a házastársak valamelyike engedékeny legyen, mert mindig egy házasságban van olyan, aki rendkívül jó érzékkel tudja kihúzni a gyufát. A legrosszabb, amikor játszik rá. Tehát amikor már tudja, hogy lehet a másikat kizökkenteni a nyugalmából. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a szombat az minden emberért van. A Biblia 5 pontban foglalja össze a 4 parancsolatnak a tartalmát, ugye az egyiket 3 Mózes 23:32 már elmondtam, estétől estéig tart, tehát azt mondja, hogy a pénteki naplementétől a szombati naplementéig tart, és ebben, ahogy elmondtam, az a tanítás, hogy a szombatba, a nappalba ne hullafáradtként menjél bele. Hát ugye, amikor böjtöltünk és éjféltől éjfélig számítottuk a napot, akkor mit csináltunk? Én elmondom nektek, mi mit csináltunk. 11 óra 45-kor úgy bezabáltunk, de éjjel, hogy az kitartson, olyan egynapos böjt volt, hogy degeszre zabáltad magad, és akkor másnap igazán volt, csak hánytál egész nap, mert gyomorrontásod volt, tehát úgy könnyű volt böjtölni. És akkor szíttam a Dánielt, emlékszem rá, hogy milyen kamu böjtös volt, és kívánatos ételt nem vett magához. Hát én rosszabb voltam, mint ő, mert ő legalább megvont magától valamit, nem? Én túltoltam, megtöltöttem a rendszert idáig, nyelvemig, és akkor utána másnap meg mennyi atyám, fogadj el a böjtömet, közben még öklendeztél a nokedlitől, érted? Még érezted a marhapörket, mert ugye a legjobb dolog, nem? Jó bezabálni 3-4-12-kor. Ezért azt mondja, mi a naplementekor, mi van, mondjuk, ha böjtölsz például, azt mondja, ott már kihagyod a vacsorát. Az már egy erőfeszítés? Hát hogy ne lenne erőfeszítés? Hát hogy ne lenne erőfeszítés? Kihagyod a reggelit? Egészen más gondolkodás volt, nem a muszájból és nem a kellből csinálták, hanem azért csinálták, mert egyszerűen meg akartak nyugodni, meg akartak pihenni.
És ezért ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy estétől esteig, hogy pihent ki magadat. Hát úgy, hogy lehet melemenni? Hát figyeljetek, én ezért utáltam, megmondom őszintén nektek, most már így nem járok konferenciákra, elmondom, hogy miért hánytam én a konferenciáktól. Elmondom miért. Mert nem, hogy kipihentem magam, hanem hullafáradtan érkeztem. Bejek az Isten elé a nyugalom napjába, és olyan fáradtan jöttünk haza vasárnap, elmentünk már pénteken, hogy odaérjünk, ugye, hogy legyen helyünk, és vasárnap este, amikor megjöttünk, a gyerekek már üvöltöttek hazafelé, minden egyes alkalom után, hogy vesztünk össze, nem? Vasárnap a kocsiba. Ahogy a nagykönyvben meg volt írva. Ahogy a nagykönyvben meg volt írva. Feszültség, stb. Nem úgy értünk haza, hogy azzal a sálommal, azzal a békességgel. Hát fölhúztad magad, hogy áll sorba, és esik az eső. Fölhúztad magad, hogy nincs helyed. Fölhúztad magad, és akkor nem tudom, hogy meddig soroljam még ezt, de ez a nyugalom napja volt. Testvéreim, ennek az ég adta világon, és itt merem én ezt bátran kimerem mondani, ez semmi másról nem szól, csak hogy vidd oda a pénzedet. Az esetek nagy többségében, mert a nyugalom napja nem így működik. A nyugalom napjában te sálomba jössz ki, békességbe jössz ki. Nem izgat. Hát például hova, hogy lehetett volna szerezni a békességet? Például, ha mondjuk mi ide hívunk vendégeket, ugye ide a gyülekezetbe, és akkor mi beülünk az összes székre, a többiek meg az udvaron, stb. Hogyan tudjuk őket a nyugalom napjába belevinni? Úgyhogy üresen hagyjuk a székeket, és azt mondjuk nekik, hogy üljetek le. Üljetek le. Ha látjuk, hogy kinn esik az eső, akkor mindegy, hogy mi a házi rend, akkor kinyitjuk az ajtót, nem? Hát ne, hát a hüle ember áll az eső, nem? Ha be lehet menni fedélfel, akkor kinyitjuk az ajtót. Ja, hogy a házi rend nem engedi meg, csak 5 óra 33, tehát kit érdekel a házi rend, ha esik az eső? Hát akkor bejönnek az emberek. Azért ázzanak, mert nem ugyanaz a házi rend, és még sorolhatnám tovább. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nem a pihenés az Úrt, onnan veszed meg, hogy megnyugszol. Ezért ugye mi a város neve? Jerusalem. Békesség. Sokan kérdezik, hogy hogy veszem észre, hogy az Úrral voltam közösségben. Hát az első helyre tett, hogy békességgel jössz ki belőle. Abból az imaházban, amikor még idegesebb vagy, mint ahogy bementél, vagy abból a bődből, ahol feszültebb vagy, mint ahogy elkezd, akkor egyé. Az Isten békességgel. Az Isten békességgel hozza ki az embert a dolgokból, és ezért nagyon fontos, hogy ezért mondja az, hogy ne menj bele. Ezért nem lehet úgy imádkozni. Például amikor hazamész, én úgy örülök, hogy az iroda és a lakásom között van 20 kilométer. Mert az első düheim azok lemennek, míg hazautózik az ember, stb. Hogy nem úgy érsz haza. Ezért borzalmas dolog, mikor az emberek egy helyen dolgoznak, ott dolgozik az asszony, az ember, a gyerek, az anyád, az apád, az öreg anyád, mindenki, csak hazamentek, és tulajdonképpen nem is kéne haza, mert ugyanaz folytatódik. Nincs meg a megpihenés, és erre az embernek nagyon nagy szüksége van, ezért mondta azt. A másik, ami fontos volt, hogy ne dolgozzon senki. Ez egy nagyon fontos dolog. Nem véletlenül, hogy a szombat mit jelentett, miért van az a nagy sütés-főzés péntekenként ezekben az országokban, hogy szombaton ne kell vele semmit csinálni, ne kelljen sőzni, ne kelljen sütni. Hát nézzétek meg, miért olyan botrányosak ezek a 3-4 napos ünnepek. Ott mit melózik végig egy nő? Mi az, ami végig megy? Ezért, hogyha te azt akarod, hogy a feleséged is nyugodt legyen és békés legyen, akkor meleg, akkor elő kell venni ami pénteken meg van főzve, és meg kell melegíteni. Ugye azt mondjuk, hogy jó rendben, akkor rendelünk kaját, persze, akkor rendelünk kaját, megesszük, és akkor ott marad a sok mosatlan. A megnyugvás napján nyugodtan mindenki, ha elmossa a saját tányérját, a saját kanalát és a saját villáját, hogy mindenki be tudja tölteni a nyugalom napját. De nem figyelünk ebben egymásra. A zsidó taxisok, hogy meglegyen az üzlet, pénteken ki kell szállnunk 3 órakor a kocsiba, a buszból, de 3:30-kor beül egy arab. És már rendben is vagyunk, az üzlet nem áll meg, pedig mit mond a pihenőnapiről szól, hogy ne végezz kenyérkereső tevékenységet. Figyelj, amikor közben egy vállalkozó vagy, és elmész, tehát sajnálom a mai vállalkozókat, hogy egyáltalán elmennek nyaralni. Mikor ott vagyok valahol én is, mondjuk egy szállodában, és akkor arom, hogy igen, azt add el, azt vedd meg. Igen, persze, ott van balra a sarokba, ott van a polcod, nem menj dolgozni, tök idegbeteg nyaraláskor. És ott üvöltözik. Vannak olyan helyek, voltunk mi olyan helyekre szoktunk menni, ahol nincs jel, nincsen telefonjel. De ott is már azt csinálják, hogy van kijelölt ilyen wifi zóna. És akkor ott van mindenki ott, és ott nyomják az üzletet. De akkor miért nem maradnak otthon dolgozni? Értek, hogy hiányzik ez a megpihenés, és ezért ugye azt mondja, hogy ne dolgozzon senki. Az mit jelent? Figyeljetek, ebben van egy tanítás. Ha bárkinek is megengedett, hogy csak neked jár meg a nyugalom, akkor tulajdonképpen, figyeljetek, mi működik a multinacionális cégekben. Ezért én ezt bátran kimerem mondani, hogy kihasználják az embereket.
tökéletesen az utolsó csepp vérükig kihasználják. Miért? Mert ő azt mondja, hogy ő otthon van, de te dolgozz. Mit mond ezzel az ige? Azt mondja, hogy ha ne, azt cseleked másokkal, amit szeretnéd, hogy veled is cselekedjenek. És nézzétek meg, mire épül ez a rendszer. Arra épül ez a rendszer, hogy a gyengébb mindig el van nyomva. A gyengébb mindig el van nyomva. Ma a múlt héten átküldtek nekem egy megrendítő volt, átküldtek nekem egy videót egy afrikai országból, akkor a fiú, mint a Levente, csinálja a zsalúköveket. Lapátolja a betont, és akkor a legvégén egyszerűen folytak az embernek a könnyei, és amikor a legvégén megnézem, hogy mi van, akkor benne van, hogy szombat este 7 óra van. Értitek, ebben van egy tanítás, a Biblia, az erkölcsi, a 10 parancs erkölcsi tanítás. Tehát azt mondja, hogy milyen dolog az, hogy a másik. Azt mondja, hogy még a marhát se. Senki, ne dolgozzon, ne fogd be a marhádat. Ne tedd meg, ne csináld ezt, hanem engedd, hogy mindenki ki tudja pihenni magát. Mire mész azzal az asszonnyal hétfőn, aki vasárnap kidől a sorból? Mire mész vele kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken? Vagy ugyanígy így fordítva, teljesen mindegy. Mert van, ahol meg a férfit ugráltatják. Ide szaladj, oda menj, amolra menj, ma már mindenre van példa. Mire megyünk mi egymással, hogyha az egyik... Ez mindig az van, hogy az erősebb villogtatja az izmait, hogy a másikat ki akarja használni. És ezért nézzétek meg, hogy nem véletlenül ugye mindig megdöbbenek ezeken, hát alig várják az asszonyok, hogy ezek a 3 napos ünnepek végig legyenek. Hát az a főzés, az a sütés. És akkor még néha, akik megérkeznek, még meg se köszönik. Értek? Hát ez egy kegyetlen dolog, ez hétről hétre megismétlődik. Hétről hétre. És ezért figyelnünk kell ebben egymásra, hogy mindenkinek, Biblia azt mondja, figyeljetek ilyen részletesen, hát a 10 parancsolat nagyívű dolgokat nem mond meg, de itt felsorolja, azt mondja, hogy se te magad, se a fiad, se a lányod, se a szolgád, se a szolgáló lányod. Valaki mondta nekem, egy másik helyen beszéltem, azt mondja, hogy az asszony nincs benne. Ha megnézitek a felsorásba, tudod, miért nincs benne? Mert az asszony te vagy. Mert lettek ketten egy testé. Csak mielőtt valaki megnyugodna, hogy jó, rendben, akkor a gyerek nem dolgozik, a kutyát elengedjük, az asszony meg hadd szaladjon. Nem. Nem. Az te vagy. Az te vagy. Úgyhogy ha itt az Istenre haragszanak sokszor az asszonyok, hogy nem lehet tanítani a gyülekezetben, meg ezt nem lehet, azt nem lehet. A legnagyobb emancipáció párti, az az Isten, aki azt mondja, hogy ne dolgozz, ne melegíts meg, ne mosd el a tányérját. Mossa elő. Jó, elmosom holnap. Na. Mosolyog rám, mondom, akkor holnap megpróbálom. A lényeg az az, hogy ez fontos, és ezért ugye az, és akkor csak gondoljatok bele, mikor itt családi helyzetekre, csak gondoljatok bele, az asszonyat dolgozni jár. Most nem védeni akarom, nem akarok én jó pontot az asszonyoktól, féljétek, csak az igét hirdetem. Az asszony dolgozni jár. Utána ellátja a szombatot meg a vasárnapot, utána még ő megy el a gyerekkér, ő nevel és a többi, és akkor még van olyan férfi, aki a fizetését elissza, tehát az azt jelenti, mit jelent az? Az azt jelenti, hogy még a család fenntartást is az asszonynak kell megtenni. Csak zárójelbe teszem, drága férfi társaim, akkor ki az erősebb, nem? Ki az erősebb, nem? Házi feladat. Ja, hogy utána az asszony nem adja vissza a hatalmat? Hát persze. Ha megvan a rizikója. És ezért ez nagyon fontos dolog, hogy ezt belássuk, hogy és ennek egy gonosz gyökere van, hogy mindig a gyengébbet kell kihasználni, de Istennél pont fordítva van, azt mondja, hogy Isten nem a gyengébbet akarja a gyengébbel, mit akar, fel akarja emelni. A harmadik ismertető jegye a szombatnak azt mondja, hogy szent gyülekezés napja, 3 Mózes 23:3, Lukács 4:16. Mit jelent a szent gyülekezés? Azt mondja, hogy a szent gyülekezés, nem a gyülekezet szó szerepel, hanem a közösség. És szeretném elmondani, itt ma eszembe jutott egy ilyen szójáték, hogy mi hol rontottuk el ezt az egészet. Mi ma az Isten tiszteleteken nem közösséget hozunk létre, hanem közönséget. És a közönség és a közösség az nem ugyanaz. A közösség az az, hogy része vagyok valaminek, a közönség pedig az, hogy figyelője vagyok valaminek. Én tudom, hogy ezt nem lehet megváltoztatni 1-2 nap alatt, de mindenképpen lépéseket kell tenni, ahogy itt is lépéseket tettünk a hétfői nappal. Olyan dolgokkal, amikor figyeljetek, annyira kialakult az egyházban ez a hierarchia.
Amíg én itt ilyen jópofán, és én önkritikus vagyok, higgyétek el, amíg én ilyen jópofán, humorossal, meg ilyen határozottan, meg ilyen nagy lendülettel beszélek, de az életben nem fogod venni a bátorságot, hogy mert mindig azt hiszed, hogy emlékszem rá, egyszer bejöttem az Isten tiszteletre, és akkor ült két ember, odaültem, ahol most te ülsz, Ili, odaültem, és azt mondta, és hallottam azt, hogy odasugja az egyik, a másik azt mondja, Zoli van ma? Én ott figyeltem, ott ültem mögöttük, nem látták, hogy bejöttem. Nincs. Pár perc szünet. Oda sugja neki. Maradjunk, szerinted? Amit kialakítottunk rendszert, annak ez a következménye. A közösségük mit csináltak? Dicsérték is az Urat, volt ige hirdetés is, volt prédikáció, volt tanítás, a mai napig ez megvan, de az első, amit a pihenőnapon megcsináltak, azt mondja, hogy szent gyülekezés napja legyen, hogy létrehoztak egy közösséget. Az első, ami a pihenőnapon megvolt, hogy az emberek olvasták az igét, megbeszélték, megtárgyalták, de az első, utána jött a többi. Tehát nem mi nálunk, hogyha marad idő, akkor majd alkotunk közösséget. Nem, az első volt a közösség, tehát ha mi helyesen akarnánk eljárni, akkor úgy kéne tartanunk az összejövetelt, hogy bejövünk. Mi van veletek? Üljünk körbe. És akkor mindenki elmondja, hogy mi van vele, és ha ebből kijövünk, ugye ezért van egy 24 óránk rá. Csak szeretném elmondani neked, hogy a tested 7-8 óra alatt kipihenni magát. Miért adott az Isten 24 órát? Mert nem a testeddel van az elsődleges baj, hanem a lelkeddel. A lelked nem tudja 8 óra alatt kipihenni magát. Hát hányszor van az, hogy fölébredsz, úgy érzed, hogy friss vagy, de a belül olyan vagy, mint akit összevertek. Mint aki egész éjjel dolgozott, ütötték, vágták, stb. Bányába dolgoztál, követ hordtál, ilyen nehéz a lelked. Mert a lelkednek nem elég a 7-8 óra, hanem a lelkednek kell a 24 óra. Ezért azt mondja, hogy szent gyülekezés napja, az mit jelent, hogy összejöttek és közösen gondolkodtak. Ebbe belefért a vita, ebbe belefért a veszekedés, ebbe belefért a vitatkozás, belefért az ellenszegülés, belefért minden. Ma ugye ezt is meg kell tanulnunk például vitatkozni, meg kell tanulnunk nem megsértődni, meg kell tanulnunk nem a saját igazunkat örök érvényűnek tartani csak. Ugye miért szoktunk el ettől? Mert ha még le is ülünk, hát ugye egy családon belül is nem, ha valamelyiknek nincs igaza, és az nem tudja kezdeni, fölpattan és megsértődik, és utána nem, hogy közösség nincsen, hanem utána csak közönség marad. Mert aki ott marad, az meg ülés néz. Ülés néz. Milyen vidámak ezek a családi ebédek, nem? Mikor van egy megsértődés, kirohan, stb. Ott marad a nyoma. Ezért azt mondja, hogy szent gyülekezés napja legyen, és még egy nagyon fontos dolog, hogy ez egy önkéntes dolog, a szent gyülekezés napja. Ezért mondja a Biblia, hogy ez nem azon függ, hogy el kell menjél valahová, mi a szent gyülekezés, ketten vagy hárman összejönnek az Úr nevében. Ez egy önkéntes dolog, nem kényszeríti az Isten erre. A negyedik dolog, amit szeretnék felolvasni, Ezékiel, illetve nem olvasom fel, mert az igét el tudjátok olvasni, Ezékiel 20:12, Ezékiel 20:20, két ige is van a 20. részben, ami azt mondja, hogy olyan a pihenőnap az ember és az Isten kapcsolatában, mint a jeggyűrű. Mint a jeggyűrű. Majd olvassátok el, azt mondja, hogy olyan, mint a jeggyűrű, a pihenőnap. Tehát milyen a jeggyűrű? A jeggyűrűvel, miért szokták mondani, hogyha valakinek megkéred a kezét, vegyél gyűrűt? Ma már nem szokás ez. Épp most egyik lányomnak megkérték a kezét, és először a lány csak egy kíséri gyűrűt kapott. És én kezdtem el reklamálni, hogy hát de hál' Istennek a fiú is képbe volt, és mondta a vőlegénye, hogy ő is szeretne gyűrűt. Mert most az az új szokás, hogy csak kap egy kíséri gyűrűt. Ugye mit jelentette az én koromban egy gyűrű? Hogy mind a ketten mutattuk, hogy el vagyunk jegyezve. Nem csak ő volt eljegyezve, hanem én is el voltam jegyezve. Mit kellett mutatni, hogy drága szívi, örülök, hogy tetszel nekem, de én már, vagy én tetszek neked, de én már meg vagyok gyűrűzve. Vége, kész, ennyi. Nincs tovább. És a tisztességes ember nem repült rá, nem kezdett el flörtölni egy olyan fiúval, vagy egy olyan lányal, akinek rajta volt a gyűrű. Mert ugye az arcára nem volt ráírva, a gyűrű jelezte. És akkor ott nem volt, hogy szia, jó a szoknyád, szia, jó a blúzod, munkahelyen is. Ugye az egy tisztességtelen dolog volt, hogy egy olyannal elkezd flörtölni. Hát flörtöljön olyannal, akinek nincs semmi a kezén. Próbálja meg azzal, aki volt, ez volt a jel. És ezt mondja az Ezékiel könyve, hogy azt mondja, hogy olyan a pihenő nap, miért mondja ezt az Isten, mert mi az, ami téged az Isten mellé odaköt, odajegyez? Az a nap, amit vele töltesz. Mi az, ami, figyeljetek, a zsidóknál az Isten, a szombatot, miért van az, hogy ez az egyedül ünnepük, őnekik minden héten van egy ünnepük.
Érted, te vársz, most jövőre már tudjuk, hogy 6 hosszú hétvége lesz. Te mindig vársz hosszú heteket, hónapokat egy ünnepig. Ők minden héten van egy ünnepük. Mitől ünnepez? Mitől lenne ünnepez? Akkor inkább így mondom. Az Istennel való találkozás miatt. És tudjátok, milyen nagy vonalú is az Isten? Azt mondja, hogy egy a hathoz adja neked. Azt mondja, hogy 6 napig rohangáljál a céljaid, a terveid, a vágyaid, az álmaid. Egyet adj nekem, én abban az egyben el fogom végezni azt, amit te nem tudsz megcsinálni a hatban. Csak egyet kérlek, hogy egyet, mert ha nem adsz, akkor egyszerűen el fogunk távolodni egymástól. A jegygyűrű mit is jelent? Amikor már ugye valaki csak járnak, akkor mit szoktak nekik mondani, hogy vedd már meg a gyűrűt, hát jegyezd már el. Mi az eljegyzés? Hát, hogy felhúzom a gyűrűt az ujjára. Eljegyzem, hogy tudom, hogy az enyém vagy, és ugye ezért mondja Ezékiel, hogy közelebb kerüljünk az Istenhez. Ma olyan sokan mondják, hogy mennyi, atyám, olyan közel szeretnék kerülni hozzá. Tehát akkor adj neki 24 órát. Ennyi. Ne bőtölgess, meg ne imádkozz az egekbe, meg ne menj el minden gyülekezetbe, ami az utadba esik, adjál neki 24 órát. Én még azt sem mondom neked, hogy szombaton, azt majd az adventisták elmondják neked, és ebben én nem akarok benne, hogy igazuk van, vagy nincs igazuk. Ha szöveghülyek akarunk lenni, akkor Isten határozottan szombatot mond. És ha még el akarom mondani, hogy a 320-as években mit csináltak, hogy jött be a vasárnap a kereszténységben, nagyon egyszerű lesz. A Mitrász Isten, aki a napisten volt, Jézus Krisztus meg a világosság fia, azt mondja a nagy Konstantinus, hát ha mind a kettő a fénnyel kapcsolatos, akkor tegyük már ezt egy napra. És hogy a zsidóknak ellent mondjon, hogy semmi zsidó gyökere ne legyen ennek, ezért betette mindezt vasárnapra. Teljesen pogány gyökere van az egésznek. Teljesen pogány gyökere van az egésznek. És ezért nagyon fontos azt mondja, hogy adj neki, itt annyiféle módszer csinálunk, többet böjtölünk, többet járunk gyülekezetbe, többet adakoznak, mindenre megvan a módszer, különböző litániák vannak, különböző, ennyire egyszerű az egész. Adj neki 24 órát. Árat fizetsz ezért? Hogyne? Nem végezsz ez kenyérkereső munkát akkor. Árat fizetsz ezért? Hogyne? Te mosogatod el a lavrodat. Árat fizetsz ezért? Hogyne? A pénteki teszed. Aztán különben mi baj történik akkor? Na mindegy. Árat, persze. De testvéreim, ez a mai világ, ez a mai egyház úgy akarja az Isten jelenlétét, úgy akarja az Istennel való jegyességet, hogy nem akarja megfizetni az árát. Mondj olyan dolgot, amit úgy kaptál meg, hogy nem fizetted meg az árát, nem tudod becsülni, akármilyen jellemes ember vagy, ha valamit így odadnak, az egészen más. Egészen más az a ház, amit te építettél, mert ott ránézel a falra, és te nem azt látod, amit az emberek. Te nem azt látod, hanem te egészen más látsz. Egészen más látsz akkor, amikor 1000 forintos órabérbe dolgozol, és egészen más akkor kiadni 1000 forintot. Mikor tudod, hogy egy órát dolgozol. Gyerekeimnek mindig azt tanítom, hogy mennyit dolgozunk ezért, amit most megettünk, mondjuk egy étterembe, ezért mennyi időt dolgoztunk. Hogy tudják, hogy ennek van egy váltószáma. Ez nem úgy működik, hogy csak oda repült. És ezért ez egy nagyon fontos dolog, drága testvéreim, hogy a jegyesség így fog kialakulni, hogy időt szánunk rá. Nézzétek, mi olyan kereszténységet akarunk, hogy az Isten szánjon ránk minden időt, mi meg ha ráérünk. Nincsenek itt nagy tervek, nagy egyházpolitika, nincs ebbe. 24 óra. Ez az övé. Hogy ezt nehéz elkezdeni? Hát még nehezebb. 10 évvel ezelőtt még könnyebb volt, most még nehezebb. Miért? Hát már most mindenhol azt mondják, hogy ezt nem így kell csinálni, úgy kell csinálni. Mit mond az anyuka otthon? Hát most van időm megcsinálni, meg kell varni azt a gatyát, hát muszáj megcsinálom, hát muszáj megcsinálom, hát muszáj megcsinálom, hát itt lép be a hited. Testvéreim, ezt nem ember találta ki, ezt Isten találta ki. Biztosan tudja a munka és a pihenés közötti harmóniát. Teljesen biztosan tudja, és ezért ugye, hogy megszabaduljunk a rossz dolgainktól, ezért az élet forgatagában nem lehet pihenni. Én nem lebecsülni akarom, de hidd el, hogy az az ima, amit hulla fáradtan, és mondjad meg, te egy imádkozz, böjtő, hogy akarsz, de az, amit hulla fáradtan, úgyhogy a fele figyelmed itt van, a fele figyelmed ott van, az nem ugyanaz, mint amikor a megnyugvás napján. De neked nem sürget semmi, nem kell abba hagynod. Nem kell abba hagynod. Mindig szerettem ezt, hogy menjünk, egy óra ima alkalom. De honnan tudjuk mi azt, hogy az egy óra? Elmondom, miért volt egy óra? Hány időnk volt? És akkor szólt az úr, persze, érezted? Hogy ne éreztem volna? Semmit!
Ezért ugye nem véletlenül mondja, hogy ha te időt akarsz tölteni, minőségidőt, úgy hogy töltesz emberrel is minőségidőt, hogy nem ránézel, közben hányszor mondjuk a másik, hogy nézd legalább rám. Legalább figyelj rám. Ide figyeltél. Persze. Jó, tehát nagyon fontos, hogy így leszel az Istennek a jegyese. Ma úgy akarnak jegyesek lenni, hogy majd valami nagy dolgot csinálnak. Nem kell nagy dolgot csinálni. Ennyit kér, 24 órát kér, és abból 8-at, 9-et megengedő, hogy aludj. Még azt sincs, hogy most nehogy itt valaki elkezdje, hogy 24 órát, és vasárnap még kiesik a fejéből. Tehát nincsenek értelme. Ennyit kér, hogy nyugodj meg, amit csinálsz, az nyugalomban, ezért a pihenés közben tudod a gondolataidat józanul használni. Mikor tudsz józanul gondolkodni? Tudjátok, miért jó ez a zaklatott világ például a politikának? És hát ember nincs, aki le tud telepedni, és el tud gondolkodni a dolgain. Ember nincs. Egy családba se jó az aklatottság. Ha nem tudunk észszerű döntéseket hozni, miért halmozunk hülye döntésekre? Azért, mert nem nyugalomba tesszük a döntéseinket. Kényszerekből hozzuk a döntéseit. Ezért, ha pihenés közben tudod a gondolataidat józanul használni, hogy mi a helyzet vele. A következő ismertető jele a pihenésnek, aki a bibliai útmutatások szerint pihen, akkor azt látja, hogy az Isten is ezt megtette. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem véletlenül tette meg ezt az Isten. A megpihenés az azt jelenti, hogy kioldódnak az emberből a ostoba gondolatok, amikor azt mondja, hogy add át nekem a terheidet. Tudjátok, mi ezt hogy képzeltük el? Hogy mennyei atyám az Úr Jézus nevében, itt vannak a terheim. Na, fussd, vitt, szaladj vele, fuss forest, fuss. Nem ilyen, hanem eltöltöd vele a napot, és mikor közben, ahogy eltöltöd a napot, észre veszed, és adod át a terheidet. Az, hogy add nekem a terheidet. Mi ezt hogy akarunk odaadni? Ilyen megdrájvosan. Halló? Hoztam a terheimet, tessék elvenni, itt van. Ha nem sikerül, milyen az Isten? Milyen gonosz? Stb. Nem, ezt azt mondja, hogy egyszerűen, hogyha vele vagyok, azt mondja, hogy kioldódnak a gondolataim, a terheket le tudom rakni, és egyszerűen ezt a hajszában nem lehet megtenni, nem lehet a ritmust úgy felpörgetni, mert nem bírja az ember. És ezért, ha nem pihensz, csak egy gyakorlati fizikális okot nézzetek meg. Szokták mondani annak idején, hogy a dácsiák elég vacakul voltak összerakva Romániába. És nekem volt, mikor még rakták a dácsiákat, akkor szokták mondani, hogy mondtuk, hogy hát borzalmas, kiesett belőle a féltengely, meg a vadonatúj kihozták a Merkurból, és a dácsiát ezért nehéz volt venni. Most nem tudom, milyen a dácsia, de akkor tudom, hogy milyen volt. És mondták, hogy azért ilyen a dácsia, mert ez hétfői dácsia. És akkor nem értettem, hogy mi ez a hétfő, mi a különbség a hétfő. Azért, mert vasárnap ugye mindenki rongyát dolgozta magát a telken, amúgy is egy fabatkát nem ért, de ha ezt hétfőn szerelték össze, ugye vasárnap mindenki kim volt a telken, elvégezte a dolgot, ment be hétfőn, hová, mert mit csinált a munkahelyén hétfőn? Kipihente magát. Hát amúgy csak nézd meg hétfő reggel, ha alkalmazott vagy, nézd meg a kollégáidat, hogy érkeznek meg. Vagy menj be, a hétfői napot mindenki utálja a munkahelyen. A másik, amit utál, az a pénteki. Miért? Mert pénteken már senkinek nincs ott az esze, mert már elment, hétfőn meg még nem érkezett meg. Tehát mit lehet ma hatékonyan mondani? A keddet, a szerdát és a csütörtöket. A többi az ugrott. Én valamikor hétfőn 10-re megyek be az irodába, mert amikor bementem 7:30-ra, hogy kezdjük a munkaidőt, 10-ig már 3-szor összevesztünk. Tehát ezért bemegyek 10-re, és akkor 10-kor már mindenki el van alélva, és akkor szép csöndben elmegyek a helyemre, és dolgozom. A legrizikósabb. A legnagyobb balhék, a legtöbb kirúgása, ez mind hétfőhöz köt. Bejön mindenki. Volt egy kazángyáros Magyarországon, úgy hívták, hogy Morvai Ferenc. Szóval Morvai Ferenc vezette be először azt, hogy hétvégenként vasárnap elment és meglátogatta, több száz ember dolgozott nála, tök jó kazánokat csinált, azok még ma is mennek, és elment és megnézte, hogy mit csinálnak az emberek. És akit a kertjébe kapott munkán, stb. Ezt másnap elbocsátotta. Viszont nem engedte az embereket elmenni hitelél a bankba, nem engedte az embereket, hogy eladósodjanak, hanem adott munkahelyi kölcsönt. Miért? Hogy kordába tudja tartani, mert ugye mi az, ami miatt az embernek elmegy a hétvégé? Azért, hogy eladósodik és leszeretné dolgozni a dolgait. De ezt se engedte, tehát adott, kér, de adott. Viszont hétfőn menthetetlenül azt mondja, mutatta nekik a fotót, hogy ott kapáltál, itt a munkakönyvet. Itt a munkakönyvet. Mert ő nem akart hétfői kazánokat gyártani. Ő keddit, szerdőit és csütörtökit akart csak. Hát ezért lassan már a 3 napos munkahetet kell bevezetni, mert ugye nincs ott az embereknek az esze. És ezért, drága testvéreim, az 1-4 parancsolat egyszerűen azért dupla ilyen hosszú, mert egyszerűen lerögzíti az Istennel való kapcsolatot, és nézd meg, az Isten nem gondoskodik, dehogy nem gondoskodik, csak azt mondja, hogy megteremti az egyensúlyt, mert egyszerűen néztek meg, milyen világ lett ebből az üzött munkavégzésből.
A másik meg már nem tudja, mit csináljon a pihenésbe. Szóval nagyon két végletre szakadt le az ember. És ezért bátorítalak benneteket, hogy ezen gondolkodjatok el az életetekbe, és én most ebben nem mennék bele, hogy melyik napon tedd meg ezt a pihenőt. Én nem szeretnék itt mindent rátok önteni egyszerre, de egyen gondolkodj el, hogy egyszer ezt a 6+1-es munkahetet érdemes lenne bevezetni. Legalább a 6+1-eset érdemes lenne bevezetni, és akkor ennek meg fogod látni, ezt hittel tudod csinálni, meg fogod látni ezt. Figyeljetek, Isten első intézkedései között nem a 30-szoros, 60-szoros és a 100-szoros áldás volt. Isten első intézkedései között a munka és a pihenés közötti harmónia volt. Használhatatlanná válunk. És figyeljetek, ha nincs átdolgozva, nem hogy pénteken a családba át kell beszélni a dolgokat, utána neked félre kell vonulni a szombatnapodon, a pihenőnapodon, és magadba is át kell rendezni a dolgokat. Hát magadba is vannak dolgok, amiket rendezned kell, amiket nem a családi asztalnál rendezel. Magadba is vannak felgyülemlett dolgok, amiket egyszerűen muszáj letenned az Isten elé. Halmozódnak a terheink. Figyeljetek, ilyen idegroncs az ember talán, mint amilyen a 21. században soha nem volt. Ennyi hirtelen mozgó, ideges, önérzetes ember nem volt még. Nem véletlenül Pál apostol mondja Timóteusnak, hogy a legnagyobb probléma az önérzet. Az ego lesz a legvégén, mert egyszerűen minek az oka ez? Én most nem csak erre akarom visszavezetni, de például arra, hogy fáradt állandóan az ember. Nem tud megpihenni, nem tud megnyugodni, mert mindig valamit pörgetni kell, mindig valamit csinálni és csinálni kell. És ezért mondja a 10 parancsolatban, a 4. parancsolat, ami mondom a vízválasztó, a második kőtáblára, hogy egyszerűen nem lehet másképp ezt megtenni. Ezért, barátaim, Isten nem véletlenül az utolsó időkben, figyeljetek, Isten letett arról, hogy népet megmentsen. Nem akar már népet megmenteni. Voltak ilyen törekvései, de ez mindegyik kudarcot vallott. Ma Isten embereket akar megmenteni. Egyéneket, személyeket akar megmenteni. Munka volt ebben. Jézus, figyeljetek, Jézus kétszer sírt. Egyszer, amikor sírt, akkor látta Jeruzsálemet, és tudjátok, miért sírt? Olyan zokogott volt, azt mondja, hogy apám 1500 évet tett belétek. 1500 éven keresztül profétákat, és miket küldött, igét küldött, 1500 évet tett. És rájött arra, hogy népet nem tud megváltoztatni. Egyéneket lehet megváltoztatni. Ugye, amikor ma mindenki népbe, gyülekezetbe, csoportba, értsétek meg, teljesen mindegy, hogy nem is mondok gyülekezet nevet, egyetlen egy gyülekezet sem fog megváltozni. Emberek fognak megváltozni. Emberek tudnak, és emberek válnak arra képessé, hogy megváltozzanak. Népek nem tudnak, melyik népet lehetett megváltoztatni a föld történetében. Mondjatok egy olyan népet, amelyik jó útra tért. Amelyik ki lett tömve pénzzel, jó útra tért. Nézzétek meg Nyugat-Európát. Mi, akik jöttünk a szegénységből, meg tudunk emlékezni. Tudjátok, hogy kezdődik ez? Örülök, hogy a Peti énekeltük ezt a dalt. Figyeljetek, hogy kezdődik ez a parancsolat. Megemlékezzél. Tudjátok, a gondolkodásnak mi az első lépése? Az emlékezés. Gondolkodni nem lehet csak úgy a vakvilágba. Az a megemlékezés. Ugye a zsidók mindig miben bukták el? Nem emlékeztek meg az atyáikról, nem emlékeztek meg. Egy prostituált Ráhábnak kellett felidéznie, a két csodabogarat küldte ki Jerikót kikémrelni. Gondolhatjátok, nem a tornából felmentetve ment ki. Az más kérdés, hogy minden, amit Józsué mondott nekik, egyeset teljesítettek. Mit mondott nekik Józsué? Kémleljétek ki Jerikót. Ezek mit csináltak? Bementek az első nyitott ajtón. A várfalig jutottak el. Kinek volt nyitva az ajtója? Ráhábnak. Mert ugye ő 6 napon át munkálkodott, és tette a dolgát. És ez a Ráháb azt mondja nekik, hogy azt mondja nekik, figyeljetek, itt már legalább, ugye itt a második generáció megy oda, legalább 40 évnek el kellett telnie. Tehát Ráháb, ha mondjuk egy 40 és 50 év közötti prostituált volt, akkor is ő gyerek volt, amikor ez megtörtént, és a Ráháb és Jerikóban lakott, és a Ráháb mondja azt, több száz kilométerrel alébb történt 40 éve eseményről mondja Ráháb, hogy megemlékeztünk arról, amikor az Úr ketté nyitotta a Vöröstengert előttetek. A két kém hallgat, meg sem mond, semmit nem szólnak. És utána Ráháb eljut addig, hogy megprofétálja nekik, hogy az Úr nektek adta ezt a várost, és a mi szívünket pedig a ti istenetek megolvasztotta. És visszamennek a két kém, és Józsué megkérdezi, hogy minden rendben volt? Mit kellett volna mondani egy igazi katonának? Uram,
őszinték leszünk, nem mentünk be a városba, semmit nem tudunk. Figyeljetek, mire hivatkoztak Józsuénak? Az Úr a szívüket megolvasztotta előttünk. Mire hivatkoztak? Amit a Ráháb kapott az Istentől. Amit a Ráháb kapott az Istentől. Miért volt ez a Ráháb? Mi volt ennek a Ráháb? Ez a Ráháb, higgyétek el, hogy több időt töltött az Istennel, mint azok a kémek, akik oda mentek. És itt meg tudod érteni, hogy miért mondta azt Jézus, hogy a paráznák, a házasságtörők meg fognak előzni. Mondta ezt azoknak, akik tulajdonképpen 0-24-ben, ugye mi feszíti ma szét a zsidó társadalmat, elmondom mi. Az egyik része, az új generáció, éjjel-nappal dolgozik. Szombat este el tudok menni hamburgerezni, péntek este. Olyan kaját választok, amilyet akarok. Ez 15 évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt. A másik része, mert őrülök is meg kell emlékezni, hiába öltöznek szép ruhába, és hiába mondják magukat ortodoxnak, meg a kanalat nem akarják megfogni, és nem akarnak dolgozni. Semmit nem tesznek katonának se, ők csak a biztonságot, és mindig a politikába beledumálnak, és ők a mérleg nyelve. És akkora prostituáltak, Ráháb ehhez képest ipari tanuló volt, mert mindig odaállnak, ahol a többséget el kell dönteni, és ebből élnek. Mindig, aki megteszi neki politikai erő az ígéretet, aki beveszi maga mellé, azt leszedi pénze. És ez fogja szétfeszíteni a társadalmat. Erről szólt a szombat? Nem erről szólt a szombat. Azt mondja, hogy aki halálra dolgozza magát, annak mi volt az üzenet? Hogy 24 órára pihenj meg. A másik csapatnak mi volt az üzenet? Hogy kezdj el 6 napon át dolgozni. De mint a villám, öcsém. Mint a villám. Nézzétek meg, milyen, mi okozta a karizmatikus mozgalmat, mondom elsőképp, mert ott lett ez a legnagyobb, és magunkhoz vagyok önkritikus. Mi okozta ezt a pénznek, ezt a lehetetlen furcsa hozzáállást, amit tanúsítanak emberek, vezetők a pénzhez? Elmondom nektek mi. Hiányzik a 6 napon át való munkálkodás. Én ennyire egyszerűen meg tudnám oldani ezt a kérdést. Már is nem lenne kérdés ez, hogy mennyi pénzed van, honnan szerezted. Egy csomó kérdést ki tudnánk lőni ezzel. Honnan szereztem? Onnan, hogy 6 napon át munkálkodok. 6 napon át munkálkodok. Ez nem azt mondta, ilyet Isten nem mondott, hogy figyeljetek, ő is megpihent, és 6 nap át munkálkodott, és nem mondta azt. Ez egy ugyanolyan hazugság, mint amit a pápaság csinált, hogy a Péter meg a pápa a Krisztus földi helytartója. Isten nem ezt mutatta példaként. Ha Isten azt mutatta volna példaként, hogy én az Isten vagyok, nekem ezt nem kell megcsinálni, akkor ezt joggal lehetne erre hivatkozni, de nem lehet erre hivatkozni. És nézzétek meg, hogy ez milyen pénzügyi, morális, erkölcsi csődöt okozott. Nézzétek meg, mikor oda mondta az ige, hogy a minden gonosznak a gyökere a pénznek a szerelme. Hát el tudjátok képzelni, hogy ezek az emberek mennyire tudják értékelni a pénzt? Hát miért van az, amikor te lehet, hogy elveszted a munkádat, lehet, hogy kirúg, azt se tudja különben, hogy mi van veled, de az adománygyűjtő dobozt kirakja. Ezt miért tartom én gonoszságnak? Higgyetek, nem sokat dobáltak bele. Én ezt jelképesen jeleztem már a Covid elején. Ez azért, mert nem is, tehát ezeknek az embereknek nem alakul ki az bennük, hogy egy szimpátia, egy együttérzés a másikkal. Ezért nem dugjuk oda az óruk alá az embereknek a kosarat, mert egyszerűen belekényszerítjük valamibe olyanba őket, amik nem tudnak megtenni, vagy nincs rá lehetőségük, vagy nem akar. És ez mind honnan ered? Innen, testvéreim. Mert azt sem mondta az Isten, hogy 7 napon át imádkozzál és böjtöljél, és te csak tedd a dolgaidat. Testvéreim, én beleláttam ebbe a világba mélyen. Hála Istennek soha nem mentem ebbe bele. Fel volt kínálva ez a lehetőség. Soha. Beleláttam, ilyen semmittevés, ez a fajta lustaság, ami kialakul még a legjobb szándékú emberbe, aki 5-6 évre kivonja magát ilyen teljes idejű szolgálatba, utána az életben nem talál vissza az emberek közé, nem találja a helyét, nem érti. Voltak olyan pásztorok, akik tök jó vállalkozást működtettek, bedőltek ennek, elmentek 20 évig teljes idejű szolgálóba, a mai napig nem tud visszailleszkedni a piacra, mert nem tudja, hogy működik, nem érti, elvesztette az emberekkel a kontaktust. Ez miért van? Azért, mert egyszerűen egészen más az, értsétek meg, azért van ennyi anyagi lebukás. Azért van ilyen, azért érted meg, azért nem engedik el az embereket, mert ez egy olyan fajta kenyérkereset, amihez nem kell semmilyen erőfeszítés. Itt mindegy, itt megmagyarázod, hogy azért keltél 10-kor, mert az Úr a szerelmesének álmában ad eleget. Magyarázd meg egy olyan embernek, aki a gépsor mellett dolgozik 6-kor. Ki lesz erkölcsösebb és jellemesebb? Hát elmondom, aki akkor is föl kell, mikor a hátak közepére nem kívánja.
Az egy egészen más történet. És ezért erre szerettelek volna benneteket bátorítani, hogy ezeket vegyétek figyelembe, és ez a parancsolat, ez ezért vízválasztó, mert próbáljátok meg, azt mondja az ige, hogy próbáljátok meg engem, annyi mindent megpróbálsz a növekedéssel, az anyag életet helyreállításával. Figyeljetek, tudjátok, hogy lehetett, mi lett volna a tisztességes? Mit kellene hirdetni, és mit kell hirdetni, hogy hogyan billen helyre a munka és a pihenésed egyensúlya? Hogyan fog téged megáldani az Isten 6 napon keresztül? Mit lett erre hirdetve? Úgy, hogyha adsz. Nem. Tudod, hogy fog téged megáldani? És őszinte leszek, hogyha megadod az Istennek. Mit mondott Jézus? Add meg a császárnak, ami a császáré, és add meg az Istennek, ami az Istené. A császár mit kért? Adót. Mit mondott Jézus, hogy mikor tudod megadni a császárnak, ami a császáré? Ha megadod az Istennek, ami az Isteni. Mire fordították ezt le? A tizedre. Nem a tized! Tudod, mi az Isteni? A te napod. Az a 24 óra. Mert az Isten annyira érdekli a pénz, hogy rendkívül mondom. Te érdekled! És mikor tud az Isten benned munkát végezni, amikor rá figyelsz? Testvére, mit van a kezünkbe? Mindenféle reformokat, néztek meg, 2000 éve az egyházak reformokat találnak ki. Mindig új reform, új reform, új reform. Nézzétek meg, csak az egyházakban nézzétek meg a hétvégét. Hogy néz ki a hétvége? Csak az egyházakban, bármelyiket lapozzátok föl. Hát ennek nem tudsz megfelelni ennyi programnak, amennyi van. Szoktam kérdezni, amikor meghívnak ilyen helyekre, és mindig meg szoktam nézni a gyülekezeteknek a programját. Ki van rakva a hirdetőtáblára? Ugye miénként mondod, nincs semmi, persze nincs, mert tényleg nincs. Hát van egy hétfőnk, van egy szerdánk, meg van egy szombatunk, azt ennyi. Többit old meg. És ki van rakva, és elindul a program hétfő reggel 6 órakor ugye a befedező ima alkalommal, és befejeződik vasárnap a levezető ima alkalommal. Mi ezzel a baj? Mindig meg szoktam kérdezni, és a hívők mikor vannak az Istennel kapcsolatban? Hát az Istennel vannak kapcsolatban. Mikor? Itt, amikor ősz? Persze, oké, én értem, nem a kocsmában ősz, de te mikor vagy az Istennel kapcsolatban? Amikor te vagy, és az Isten. Hogy kezdődik a 10 parancsolat? Én? A te Istened vagyok. Hát mikor vagyok én? Hát kézzétek el, megházasodok. És mondom a feleségemnek, hogy elmegyünk valahova. Ezt elmondom, mert akkora égés, de mindegy nekem már. És képzeljétek, hogy elvittem magammal az ég barátomat. Elmentünk 3-asba. Jó, hát külön szobába aludt most azért ilyen, ne menjetek tovább a gondolatba, de figyeljetek, fel sem tűnt nekem. Fel sem tűnt nekem. Hát barátom volt, és az ember váltani kell, hogy a házasság, akkor barátság. Nem vége, csak hát minőségében más. És akkor néztem ennek az asszonynak a szemét, hát mi ennek a baja? Hát azért, mert ő is kérdezett valamit, ha kukán ült a barátom, akkor az volt a baj, ha nem kérdezett, szóval mindig valami baj volt, de nem tudtam ráfigyelni. Hát mert ott volt egy harmadik. Hát mikor tudok én ráfigyelni? Akkor sem tudok ráfigyelni, hiába a kis gyerekünk van ott, nem tudok ráfigyelni, mert mindig szerepel, olyan, mint az apja. De nem tudom, hát mikor tudok figyelni? Hát egyszerűen örülünk neki, amikor mitől jövünk le ide, vagy megyünk valahova, és ketten utazunk, értitek? A legjobb minőségű idők, mert akkor csak ráfigyelek. Ha este meg elalszunk, nézzük, egymásra szembefordulunk, nézzük, de elalszunk. 45 fölött ez már normális. Drága barátaim, bíztatlak benneteket, hogy próbáljátok meg az Istent, próbáljátok meg ezen a területen. Én nem állítok nektek törvényeket. Én teljesen egyetértek az adventistákkal és a szombatistákkal, amit mondanak, hogy meg kell legyen a pihenőnap. Teljesen egyetértek. De ez nem így működik, hogy én rád kiabálom, hogy csak úgy. Én örülnék, ha szombaton tartanátok ezt, higgyétek el. De én már azért is hálás leszek, hogy ha hétfőn tartotok egyet, aki eddig nem tartott, az tartson hétfőn, tartson kedden. Majd úgy is tovább vezeti az Isten, mert most nem lehet a lépcsőből átugrani mindjárt. Én itt aznak látom a jelentőségét, hogy legyen 24 óra, amikor te legyen meg a gyülekezésnek az időpontja is. Legyen meg a közösségnek, legyen meg az Úrral való, hogy tudjál félrevonulni, tudjál elmélyülni az Istennek a beszédében, az Istennek az igéjében. És ezért fontos, hogy ezt valahol elkezdjük. Nézzétek meg, a kiválasztottság mindig egy felelősség is. Addig hat, amíg az igét képviseljük. Ha nem az igét képviseljük, akkor nincs kiválasztottság. Miben változott meg a zsidóság? Elvegyültek a népek közé, átvették a szokásaikat, az erkölcseiket, és gőgösen elkülönültek, és lenézték a többi népet. Na most, ha ide nem zsidót teszek,
hanem mai keresztényt. Akkor még egyszer felolvasom, jó? Elvegyültek a népek közé. Átvették a szokásaikat, erkölcseiket. Karácsony, húsvét, csak párat, jó? Csak így a legmeredekebbeket. Gőgősen elkülönültek, és lenézték a többi népet. Testvéreim, ugyanabba a hibába estünk bele. Ezért Isten világosan elmondja, hogy vele, tudjátok, még egy fontos dolog, amire a szombati, a pihenőnapra felhívom a figyelmeteket, hogy Isten azt mondja, hogy visszajön a vőlegény a mennyasszonyért. Szeretném elmondani, hogy a mennyasszonyon mindig van jegygyűrű. Ezért lényeges az Ezékiel 12, mert azt mondja, hogy a pihenő nappal jegyzette el magad. Olvassátok el annyira, felolvasom. Ezékiel, nem, mert ha véletlenül valaki nem olvassa el, nehogy az legyen, hogy utána meg megyek a mennybe, és akkor miért nem lehetett már azt az egy igét, már úgyis eldumáltad az időt, akkor miért nem fért már bele az az ezékieles ige, úgyhogy most akkor belefér az ezékieles ige. Mit mondtam, Ezékiel 12? 12 és 20, igen, igazad van. Ezékiel 20. Látjátok, ha jártok Bibliát és olvasni Bibliát, akkor tudtok segíteni a szolgálónak. Ezékiel 20, 12? Meg a 20-as is. Igen. És adám nekik szombatjaimat is, hogy legyenek jegyül köztem és közöttük, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük. És ugyanezen a részen belül a 20-ba megismétli, és az én szombatjaimat megszenteljétek, hogy legyenek jegyül én köztem, és ti köztetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Testvérem, beleugrani a házasságba jegyesség nélkül Isten ennél konzervatívabb? Ő először a kezedet kéri meg, és csak zárójelbe teszem, hogy nem véletlenül ezzel zárul az első kőtábla, hogy ez Isten számára egy fontos dolog. Fontos dolog, hogy adj neki 24 órát. Adj neki 24 órát. Minőségi változást fog hozni az Istennel való kapcsolatodban, és még egyet, amit tudok mondani nektek, hogy nem fog az anyagi életetek tönkre menni. Ebben szinte teljesen biztos vagyok. Ha 10-15-20 napon keresztül folyamatosan dolgozol, mennyire tudsz odafigyelni a munkádra? Mennyire tudsz, akár szellemi, akár fizikai munkás vagy? Elfáradsz. Hát nem lehet. Nem lehet. Úgyhogy erre ezt olvastam én ki a negyedik parancsolatból. Figyeljetek, az anyagi élettel kapcsolatban több száz ige van a példabeszédek könyvében, rengeteget kiírtam ide nektek, de elment az idő. Ezért a pihenő napról egyet jegyezzetek meg, hogy ez egy jegygyűrű az Úr és te közted. Nem véletlenül mondja, nagyon sok mindenre nem mondja azt, hogy jegygyűrű, de erre az egyre rámondja, hogy ez egy jegygyűrű. És ezért az Istennek az imádata, a teremtő létének az elismerésére. Tudjátok, egy olyan ember, aki szán a másikra időt. Mikor érdekel téged a másik ember? Hogyha szánsz rá időt. Attól, hogy a családomnak én hazaviszek pénzt, és biztosítom a megélhetésüket, ez bizonyítja azt, hogy engem érdekel a családom? Nem. A családom akkor érdekel engem, ha szánok rá időt. Ez ugyanígy működik az ember-Isten kapcsolatában is. És azt ne felejtsetek, hogy próbáljátok meg az Istent. Most már legyünk olyanok, mint a vérfolyásos asszony. Jó, hogy 18 évig mindent megpróbáltunk már. Adtunk tizedet, adtunk adományt, voltunk konferencián, mi van? Voltunk nagy gyülekezetben, mindent megcsináltunk, szellemi harcoltunk, kiüztük az összes démont. Tehát vegyük úgy, hogy elfogytak a lehetőségeink, jó? Vegyük úgy, hogy most szól nekünk az Isten, hogy próbáljátok meg. Ezt ő mondta a Teremtés könyvének az első lapjaiba. És én erre bátorítalak benneteket, hogy próbáljátok meg az Istent. Nincs annál jobb dolog. De most ne úgy próbáld meg, hogy 24 órában Bibliát olvasol, meg böjtözz. Felejtsd el. Szánj a családodra időt. Szánj a kapcsolataidra időt. Szánj az Istennel való visszavonulásra időt. Szánj az igére időt. Nagyon alkalmas a 24 óra arra, hogy valamit át tudsz nézni. Nem lehet átfutni az igét csak úgy, hogy gyorsan átnézem. Én évekig hozzá voltam szokva ez a Biblia programhoz, ami tök jó kidobálja az igéket és megmutatja. De rájöttem, hogy ez kevés. Mert így miért vettem ezt a Biblia programot? Elmondom miért, mert gyorsan hozzájutottam az információhoz. De a Biblia nem megdrive. A Biblia az, amikor ülsz, emészted, leengeded, fölengeded. Dánielt most, hogy tanulmányozunk, van, amit 10 évig emésztett. 10 évig. 10 évig.
Próbáljátok meg az Isten. Nagy lesz a kísértés. Majd meglátjátok, hogy miért ilyen fontos ez. Ha belevágtok ebbe, én ezt csak tanácsolni tudom és kérni benneteket, meglátjátok, hogy milyen ellenállásokba fogtok ütközni. Abból fogod tudni, hogy ez nem kicsi hegy. És az ördög boldog volt, hogy kimaradt az életünkből ez. És olyan boldogan bementünk, mindenfélét kipótoltuk. És ha figyeljetek a feleségeitekre is, férfiak, mosd el azt a tányért, mosd el, hogy ne ő mosogasson. Hát most nálunk értitek, hányan vagyunk otthon most? Sokan. Heten. Hát most ha ő mossa el mindegyikét, a levesest, a lapost, a többet, akkor megint ott van 3-4 órát, 1 órát. Hát oda meg elmossuk, vagy nem mossuk el. Szombaton használunk mondjuk, azt ne, na azt ne, inkább elmosom. Műanyagot nem mossz. Rossz volt. Csak tévedtem, drágám, ne arra, hogy elmosom. De hogy ne terheljük, meg kell melegíteni azt az ételt, kész. De nem kell hülyének se lenni, hogy fölkapcsoljuk pénteken a villanyt, hogy szombaton ne kelljen. Tehát nem kell elmenni agyrémbe sem, meg debilbe, tök fölösleges. Nem kell ezt a szélsőséget, mert ezzel megbotránkoztatod, de semmi gond, tökéletes, tökéletes. Adjunk hálát, jó az. És próbáljátok meg, figyeljetek erre, érdemes, érdemes. Érdemes, és meglátjátok, óriási. Én amikor belekezdtem a szombatomba, nekem én a szombaton tartom a szombatot, mert ugye itt van a szent gyülekezés, stb. Nekem kézenfekvő, hogy a szombat, és utána sokáig nem működött, és nem értettem, és tudjátok, nem értettem az Istennel való közösséget, és nagyon távol voltam tőle, és rájöttem, hogy azért, mert egy hibát elkövettem, én azt a hibát követtem, mert megtartottam már a szombatot, de a péntekben még mindent bele akartam zsufolni. Még gyorsan, ezt megcsinálom, gyorsan, ezt megcsinálom. Hazamegyek, és akkor szombaton meg, gyorsan, és akkor váltottam, lekapcsoltam a izét, a pörgős gombot, és akkor átmentem, eljátszottam a nagy nyugalmat. De nem voltam nyugodt. Nem tudtam leállítani. Hát ugye a kocsi is olyan, hogy a kerék, ezt a tollat is elkezdem, értétek, gurítani. Nem állt meg először. Hanem kell neki, még lelassul. Hát képzeld el, hogy mi emberek milyenek. Ja, köszi, hagyjad. Énekeljünk el befejezésül egy dalt, és kérlek benneteket, hogy próbáljátok meg az Istent. Nem vesztesz vele semmit. Próbáld meg. Nagyon nagy áldás tud ez lenni. És én nem nyitnék most teológiai vitát. Én megmondom őszintén, én annak is örülnék, így első indulósra. Tudom, hogy ezt lehet, hogy adventista testvéreim most megköveznek, vagy a hetednapiak, vagy nem tudom milyenek vannak, de én szeretem őket teljes szívemből, de első körben tudom, hogy a legideálisabb lenne, ha mindenki most leállna, és szombaton csinálna mindent, de én engedjetek meg, én egy ilyen kikeresztelkedett, törölmetszett pogány háttérből jövök. Én most még annak is örülnék, ha az emberek egy 24 órára megállnának minden héten. Utána mehetünk tovább teológiába, és menjünk is, mert fontos, mert nem véletlenül nem hétfőt, nem keddet írt, hanem szombatot. Félrejtsetek, nem tagadom ezt, de ne várjunk el, tehát induljunk meg valahol. Induljunk meg valahol a gyereket, és mikor elindul járni, akkor nem iratod be mindjárt izére futni maratont, hanem hagyod először, hogy hadd menjen. De fontos az Úrnak a napja, hogy legyen megszentelve. Fontos, feltöltődünk. Tudjátok, ezért nem tudják emberek letenni a terheiket, mert nincs annyi idő, hogy átadja az Úrnak. Ez nem elég 2-3 perc, 4-5 perc, 5-6 perc. Szóval ez egyszerűen időt kell vele tölteni. El kell menni, időt kell hagyni a társadnak, a feleségednek. Időt kell hagyni a férfinak, időt kell hagyni az együtt töltött közösségre, és időt kell hagyni a külön-különre is. A külön-különre is, hogy legyen minőségi időd neked, magadnak, az Istennel. Aztán majd abba úgyis belerántod a másikat, meg úgyis a másik örülni fog. Az én minőségi időmnek az Istennel, tudjátok, ki örül a legjobban? Hát az a jót tesz vele is az Isten. Hát nem jövök ki ekkora fejjel, normális vagyok, elmosogatom a tányéromat, tehát egy csomó előnye van. Csomó előnye van. Testvéreim, ezt a vízválasztó parancsot jelent, jegyezzük meg, és mérlegeljétek, forgassátok magatokba, és én szeretném, ha az Úr, ha ezen múlik, hogy 24 óra, akkor én nyújtom a kezemet. Húzza rá föl a gyűrűt. Mert viszont ha a gyűrű rajtam van, akkor tudom mutatni, hogy nem az érdemeimet tudom mutatni, hanem hogy a gyűrűt felhúzta a vőlegény az ujjamra. Dicsérjük az Urat egy dallal.